A szél negyed napja tombolt. A pusztaság olyan volt, mint a viharos tenger, mely nem bír elsimulni. Porfellegek kerengtek végig a síkságon. Egymásba kapaszkodtak, a dombok változtatták formáikat. A sátrak kötelei elnyúltak, maguk a sátrak is, mintha engedelmesen kelet felé hajoltak volna a szél irányába, Antiochia felé. A Bosporus partján most már kizöldül minden. Tavasz kezdődik, de itt az ázsiai síkságon minden oly kietlen, fekete, a cserjék nem ürügyeznek, az állatokat, madarakat rég, hónapok óta előzte a fegyverek zaja. János a császár hajnalban kelt. Szokása szerint végiglátogatta az őröket, megállt a reggeli tábor tűznél megkóstolta a katonák levesét. Szikár, fekete alakja előrehajolt, s a bíbor klamisz, melyet csak könnyűmelvért fedett, kifakult a napban, porral hintették be a szelek. Hajnalban kelő volt nyugtalan, idősebb ember, az álom kerülte szemét. A tábor zaját ismerte gyerekkora óta, a jeleket, a szót, az örváltás ritmusát. Mintha mindenki elfeledne mindent, ha ő a császár nem vigyázna arra, hogy kiállítsák az őrszemeket, felhajtsák a gulyákat, megolajozzák az ostromgépeket. Serény, józan ember volt, gyűlölte a misztikusokat, talán untatták a hosszúra nyúlt teológiai disputák, elszúnyat, ha szokás szerint neki kellett elnökölnie a zsinatokon. Egyszerű ember volt, aki ott élt a katonák között. Miniszterei hadvezérek voltak, ellenfelei itt éltek, itt támadtak a végtelen ázsiai pusztaságban. Álmaiban az Eufrátesz völgyét látta, melynek népe újból térdet hajt a császári sasok előtt. Néhány hete, hogy ott állt könyvtelen szemmel, telekeserűséggel legidősebb fia Alexios ravatalánál akinek a nevét már esztendők óta vele együtt említették, mióta maga mellé vette a trónszékre. Alexioszt elvitte a száraz levegő. Köhögött, ha megcsapta az Afrikából átsüvítő szél. Ajkát cserepesre szárította a láz. Táborban történt a halál. A beteg ágyat nem állták körül a palota fogatlan eunuchjai, öreg orvosok s csak ők álltak ott hárman, az apa, s rendben a két itt élő fiú, Andronikos és Manuel. Amikor hazaküldte a holttetemmel az idősebbiket, hosszan szomorúan nézett a menet után. Egy pillanatra előtte van Andronikosnak arca, mint ráhajlik bátyja tetemére. Nézi ő is száraz, különös tekintettel, mintha fürkészné arcán a végső kérdést, hogy milyen a halál. Elküldte őket. Most ketten maradtak Mánuellel, s meg kellett erősíteni szívét. Ha mindez otthon a palotában történik, magára veszi a gyász fehér színét, míg feketébe borult volna a szertartás szerint minden. A palota népei megszaggatták volna a köntösüket, és a birodalom minden városában megülték volna a gyászt. Iréné meghalt esztendőkkel ezelőtt. Nincs, aki sirassa a fiát. Ő maga száraz, szomorú katona ember, aki barátságot kötött az elmúlással, a halál mindennapos társ olyan, mint az öreg centúrió, aki száz és száz bajtásnak fogta le már a szemét. Megy végig a külső körön, melyet az őrök lánca szegélyez. Azon túl, ha felszalad a pára, eláll a szél, látni Antiochia falait. Arra gondol, ma megint nehéz nap lesz, egy óra múlva összehúzzák a nagy sátorban a függönyt, fogadnia kell Antiochia fejedelmének, Raymond de Poitient követeit. Látja a latin ábrázatokat, a vár nagy grófi címerét, a szent sír apátját, a templáriusok nagymesterét. Ahogy jönnek nehézkes latin mondataikkal palástolva szándékukat, megbújva a tolmácsok mögé, csupa zavar, csupa apró ürügy, az időt sodorják be végtelen kötelükbe. Heteket szeretnének nyerni, míg jön az emésztő forróság, megmerevednének az utak, s mindent elönt a forró szél, eltikkadnak az állatok, s akkor ők, a latinok behúzódhatnak várfalaik mögé, vizet mernek a ciszternákból, s onnan a várfalak tetejéről figyelik, mint epedel lassan, napról napra egyre szomjasabban az ostromló sereg. Pontról pontra mennek, s közben lesik a híreket. Mit üzen uruknak, Rajmundnak a Jeruzsálemi király? Külde segítséget, megtagadja-e országain az átvonulást. Keleten nőttek fel, de franciák a követek. Esztendők hosszú sora óta élnek itt az ázsiai földön. Nem ismernek mást, mint Jeruzsálemet, Antiochiát, Edessát, néhány kikötővárost. Hátuk mögött a pogányt. Tőle a keresztény igazhitű császártól jobban félnek, mint az egyiptomi szultántól vagy a puszta szeldusok, Daniha Meditag hercegeitől. Titokban frigyet kötnek velük, ellene, a császár ellen. Panaszos szavuk szüntelenül hívogatja a pápát és a Teuton imperátort, hogy mentse meg tőle a Szentföld latin hercegeit. A követek keleten nőttek fel. Épp úgy hadakoznak állarc mögé rejtett szavakkal, mint ők, a bizánciak. Ellesték a művészetet, miként kell sima, virágos szavakba beleburkolni a keserűséget, mint kell kerülni az éles összecsapást, a goromba szavakat, a borközi nyelvbotlást, a hetvenkedő hősi gesztusokat. Gyengék! Itt áll Antiochia falai előtt. Hűségesküt követel a város hercegétől, s ezen felül magát a fellegvárat, melyet át kell adni a görögörségnek. Ennyi az egész. A szavak mögött ott áll komoran s fenyegetően az öreg, elhalt császárnak, árnyéka, akit megcsúfoltak az első keresztesek. Katonát küld a sátorba, Axuhért, a nagyúrért. Jobb keze, együtt nőttek fel, gyermekkoruk óta látják egymást, mintha testvére lenne, ismeri gondolatát. A sólyom, így hívták a katonák. Különös pusztai ember, nem visel páncélt, nyersebben szaggatottan beszél. Egyedül van ilyenkor, amikor itt bolyong az örtüzek között, fogadja a csapatok tisztjeit, akik felemelik előtte a légiók sasmadarát. Alexios, a fia, ott jár mellette a halott árnyképében. Beszél hozzá. Gyenge voltál, s beteg, mondja neki. Nem hagyhattam terád az impériumot. Andronikos is gyenge. Csak asszonya Iréné szeretne uralkodni egek és földek felett. Megint egy asszony lenne a császár. Izsák nehéz fejű, szereti az ájtatos szavakat. Jámbor férfi örködik a hit és a szertartások tisztasága fölött. Izsák olyan, ami ennek bíborban született hercegnek kell lenni, aki nem számíthat arra, hogy reákerül kerül a sor. Én most erről beszélek veled. Két régi barát, akik gyermekkoruk óta ismerik egymás gondolatait is. A császár ránéz a hadak nagy domestikoszára, a szél heves, bekötötte könnyű fehérkendővel fejét. Egészen olyan most, mint a puszta nagyurai, akiknek ágyékából erett. Egy csenevész tamariszkusz alatt állnak, a császár int egy katonának, az földre dobja köpenyét. Mindketten leülnek a fatövébe, mely valami oltalmat ad a szél nap homok elől. Tudom, hogy te szüntelenül három fiadra gondolsz, mióta meghalt Alexios. Itt a táborban minden egyszerű, de ha az otthoniakra, a palotára gondolok, ahogy lesik, sóvárogják a híreket, a lelkem elborul. Öcsém Izsák már húsz év óta lesi az alkalmat, hogy élére álljon valami lázadásnak. És most nincs más otthon, mint csak Izsák fiam. Látod, de kicsit fáradt vagyok, magad mondta a napokban. Lehet, hogy az úr hosszú öregséget ad nekem, de lehet, hogy a fiút kell követnem, aki ilyen hamar itt hagyott. A sor most Andronikos fiamat illetné. Te is tudod, uram, hogy őt ugyanaz a baj rágja, mint bátyját. Engedelmeddel úgy mondják, hogy a magyar fejedelmek családjában ilyen formán ö, korán halnak meg a férfiak. Csak Izsák és Mánuel erős. Ők kisebbek, szívósabbak. Ez az igazság, uram, amikor határozni akarsz. Nekem kell magamban dönteni. Utána jönnek a többiek, a papok, a tanács, a palota. A város másként él, mint mi itt. Mit tudják az aranyszarvnál, mit jelent egy homokviar Antiochia előtt? Nekem pedig most velük együtt kell határoznom. Ne törődj az otthoniakkal, néhány nap vagy hét, és meg kell hódolni a Rajmund hercegnek. Nem bírják ki őszig az ostromot. Ha hódol, vagy beveszük a várat, nagy diadal lesz. A sereg követelni fogja, hogy megrendezzük a triomfust. Nem is kell üzenned a palotának, akit akarsz, kikiáltják császárnak a légiók. Magamban háborgok, testvér. Mióta hazaküldtem Alexios testével Andronikos fiamat, csak Mánuert látom magam előtt. Tudom, tudom, amit mondasz nekem irgalmas szóval, hogy Andronikos is beteg. Mintha Andronikos is tudná, amint búcsúzott tőlem, könnyes volt a szeme. Nálunk pedig ritkán siratják bátyjukat a bíborban születettek, ha utánuk ők vannak soron. De ő szüntelen Alexios halálára gondolt. Nem kért arra, egy szóval sem kért, hogy emeljen magam mellé. Csak azt várta, hogy hazamehessen. Kamaté szavára hallgattam, amikor Mánuelt elhívtam a nászágy mellől. Te helyesnek mondtad. Azóta itt van a fiú, otthon a mátka. Nem gondolod, hogy döntened kellene? Konrad csökönyös. Ígér, de csak félkezével ad. Most ő is látja, hogy nem mehet minden úgy, ahogy kitervezte. A lány zálog a mi kezünkben. Érzi, egyre másra írja a sürgető leveleket. Én pedig nem engedem ki a lány günekeimból, mi korrád esküvel nem fogadja, hogy megsegít a normanoknál, s nem háborgat, ha a magyarok ellen megkezdem jövőre a háborút. Megkezded? Árpád törzse vékony fácska. Egy ága van. Könnyen letépheti a vihar. Pannonia valaha négy tartomány volt, mind a négy a római impériumhoz tartozott. A császári sasok rég elszálltak felőle, de ezer év múltán talán visszatalálnak még a régi fészekhez. Híreim vannak, hogy nem egységes az ország, a déli végeken felénk tekintenek, távolabb talán korrát felé. A közepe Rómára hallgat, gyomlálja a kertet, melyet elborítana a pogány dudva, ha nem gyomlálnák. A nép, úgy mondják, még felkerekedik, ha papot lát. Fél, hogy mögötte megjelennek korát vértesei. Mindezt te tudod, uram. Én csak Mánuel miatt szólok. Még itt van előttünk Antiochia, nem vettük be. Ott vannak a magyarok, akik erősebbek s hatalmasabbak, mint bármiféle ország nyugaton. Addig várjon az esküvővel a fiad, míg vissza nem mennek Panóniába a sasok. Axus, ez nehéz dolog. Nem férfiak mestersége. Nekem mégis erősnek kell lennem. A lánynak várnia kell. Most hagyd magamra, fáradt vagyok, kicsit lepihenek. Holnapra hirdetted a nagyvadászatot. Nem akarnád elhalasztani, uram? Nem. Az antiochia belieknek tudniuk kell, hogy mi semmiben sem szenvedünk hiányt. Bőségben vagyunk, élvezünk. Lássák, hogy megelégedett, vidámas öreg. Adas bort az embereknek, énekeljenek, ha arra megyünk a falak előtt. A vadászatot megtartom. Várom a parancsodat. Ünnep vigíliáján indulunk reggel. Három napig tartson. Ez alatt nem fogadom Rajmut követeit. Szólj, Manuelnek készítse a fegyvert, az ő helye ott lesz mellettem. Ilyenkor órákig is várni kell, kettel leszünk, nem tűnik fel senkinek. Beszélni akarok vele. A szél elmossa a szót, de a lélek megnyílik. Mond Aksu, szokott te Manuel üzenni mátkájának. Ha megy lovas a part felé, visz ajándékot neki. Neki és másnak is. Beszélj nyíltan. Ágyasának is küld ajándékot? Ki az? A szentséges császár családja egy test és egy lélek. Nincsenek külön tagjai. Mi előttünk, halandó emberek előtt, egy az egész. Tartsd meg magadnak a példabeszédet. Én ismerem azt, amit te szentséges családnak nevezel. Félek tőlük. Hercegek s hercegnők, bátyák, unokahugok, sógorok, rokonok. Talán közülük vetett valakire szemet Manuel? Úgy mondják, még nagyon fiatal. A vérük közös. Tudom, mi nálunk is volt ilyen gyermekkoromban. De nálunk úgy élnek a törzsek, közös családban egymás közt. Ám a mi igaz hitünkben nem engedik meg a rokonok közt harmadiziglenig a házasság. Fáradt vagyok, Axu beszélj férfi szóval. A nagy ünnepségen láttam Mánuelt, amikor nézte a táncot. Unokát táncolt, a kis Teodóra. Gyermek még egészen. Hamar nőnek a leánygyermekek. Anyja verseket hallgat, porodromosz hozza hozzá az éhen kórászokat. A lány már szabadabban jár az új szokások szerint. Akkor megy el a palotából, lovagol, csónakba száll, amikor ebben kedvetellik. Neki küld néha ajándékokat, Mánuel. Akkor látta a készfogó ünnepén, amikor Berta megérkezett? Úgy volt, uram. Úgy volt, uram, hogy a lány táncolt, megcsúszott, elesett. Lába eltört, kibudjant a vér. Az illem nem engedi, hogy alantas orvos jelen legyen. Tudod -e is, Mánuel mennyiszer figyelte a seborvosokat. Ő illesztette egybe a széttört lábat. Másnap már mindenki erről beszélt. Látták azután is egymást. Én ünnep után eljöttem. Mánuel még tíz napig otthon maradt. A lányt anyja ápolta, de beteg ágyából szüntelen hívta orvosát. Csak Mánuel tudta csillapítani a lázt. Iréne üzent érte, köszönte, hogy a leányát gyógyítja. Ennyit tudok, csak uram. Bátyának lánya. Majdnem az övé. Fogatlan vénasszonyok, mi haszna heréltek fecseknek? Te is azt hiszed, hogy vigyázni kell Manuel minden lépésére, figyelni kell, merre kivel van. Uram, én a hadakra tudok vigyázni. A nyoszolyákat őriztes Jánossal. Nem akarlak bántani, Axu. De egyetlen meggondolatlan szó felszítja fiaim közt a gyűlöletet. Ha Andronikos megtudja, hogy öccse és leánya között már mocskosan tekerődik a hír, Manuelt senki sem gyűlölheti. De most már te is tudod, uram, miért szóltam lelkemből, amikor a te szavaddal a táborba hívtam Mánuelt. Vannak, akik a konkoit érlelik otthon, de amíg a fiú itt van mivelünk, nem hányhatja sarát rá a fecsegő bizánc. Hagyjárat készült az állatok ellen. A puszták népétől tanulták a félvad törzsektől, melyeknek emlékében embers vad összeolvad, emlékükben vadászat s háború elválaszthatatlanul egybeborul. Hatalmas, távoli porfelők jelezték a bekerítők útját, akik a hegycsoport távolibb, keleti oldalánál találkoznak, hogy felkúszva a sziklás rengetegbe nyugat felé hajtsák a vadat. A császár ilyenkor pihent. Nem kellett minden jelentést meghallgatnia, fogadnia a hajnal és alkonyi audenciákon mindazokat, akik elébe jönnek, végig szenvedni ezer panaszt, kívánságot és kérést, gyakorolni a mesterséget, melyet senki más nem érthet annyira, mint a keresztény világ legfőbura. Könnyű lóra ült, letette a nehéz harcipáncélt, bőrvért simult melléhez. Arcát még jobban megfeketítette a pusztai nap ragyogása. Cserzett, morsz színű lett, csak kesztyűbe bújtatott kezének finomságán látszott, hogy a Róma patriciusától származtatja eredetét. Az indulás szertartásos volt. Isten áldását kellett kérni, kürt szóval a jó szerencsét, mint amikor Artemiszt invokálva zaklatták fel a vadat helyéből cserkésző görögnyilasok. Manuel íját próbálta, E hatalmas fegyvert, melyet a palota óriási Norman testőreinek íve után csináltatott. Magassága meghaladta a hat lábat, s a nyilvessző beillett kisebb láncsának. Könnyű, sötét köntöst viselt, kesztyűs keze vigyázva fogta át fegyverét. Kalo Johannes rövid kardot, könnyű láncsát hozott magával, fegyverordozója hozta utána a tegezeket. Gondosan készültél, atyám, a vadászatra, ha nyomomba érsz, Manuel, megtanulod, hogy hadjárat ez is. Taktika törvényei irányítják, melyeket te semmiben se veszel. Nem vétettem hosszú idő óta fegyelmed ellen. Nem megyek el a kalandozókkal, nem hívom pár viadalra a latinokat. Ülök a vezéri sátorban, olvasom a stratégák jelentéseit. Mondapám, már a bátorság is hiba. Te a birodalom vagy, melyet nem szabad senkinek sem beszélyeztetnie. Köszönöm apám a szabad, Bölcs, de nem ismeri senki szándékodat. Azt sem tudja senki, miért osztod nyílvesszőidet három felé. Nézd, e haragos zöld tarsójban a könnyű nyílak vannak. Kisebb vad ellen. A vörös súlyosabb, erősebben vasalt vesszőket rejt. A harmadik a fekete tegezben, ezek is könnyű vesszők. Miért vannak a tollak feketére festve? Méreg. Minek neked mérges nyíl a vadászatra? Óvatosság, fiam! A méreg néhány perc alatt leteríti a medvét is, megbénítja futás közben. Ki tudja, milyen vaddal találkozunk. A nyilag gyengék, már sokszor sokféleképp baj esett a vadászatokon. Én gyávaságnak tartanám. Ha kell, odaállok a késsel vagy baltával a fenevad elé. Azt mondtad, ez hadjárat. Én megvívok vele. Hős akarsz lenni, utánozni szeretnéd Heraklész tetteit. Én azt tudom, hogy egyszer, sok évvel ezelőtt, nagy szorongattatásomban alig tudtam menekülni egy hegy megsebzett megsebzett nősténymedve elől. Azóta hordok magamnál mindig fekete nyilvesszőt. Csatlósod viszi, apám. Hát, ha összecseréli, izgalma elragadja, mást ad, mint amit te parancsolsz neki. Ma te leszel, Mánuel, fegyverhordozom. Ritkán beszélünk egymással, egyedül vagyunk, nem kell hozzá tanul. Vedd át, Mánuel, az íjam, Akazra, a nyeregre, és közd rá egyenként a tegzeket. Tanulnod kell, Mánuel. Most, hogy itt megpihenünk, talán órák telnek bele, míg felénk hajtják a vadat. Beszélhetünk. Heves vagy, türelmetlen. A puszta szellemét hordod, s nem a városét. Hamar tanulsz, s hamar feledsz. Nem vagy kitartó. Ne kirohansz a veszélynek, hamar megunod az ostromot. Miért mondod ezt nekem, apám? Antiochiára gondolok. Valamivel többre, az Eufrates völgyére, Edesszára. Megszállták a latinok, de gyengék, gyengék Mohamed népével szemben. Ellenünk fordultak, s egymás ellen. Nem tudják megvédeni magukat, s ezentúl a birodalmat. Olyanok, mint te vagy, Mánuel, azokban az órákban, amikor elragad az indulat. Nyugatiak. Nem olvassák a taktika könyveit. Egyetlen merész rohamra rakják föl országuk sorsát. Ha kiütik őket nyergükből, a nehéz lovak országaikat is maguk alá temetik. Rajmund most már nem menekülhet, apám. Még vár a csodára. Vár arra, hogy valaki megsegíti, vagy valaki elpusztítja a bizánci hadakat addig üzenget, küldköveteket, követeket hétről hétre tolja hódolását. Esküt emlegett. Ám te is tudod, hogy hűségesküjének napján keresne szövetségest, akivel hátba támadhatja hűbér urát. Le akarok számolni Rajmonddal, s a keresztesekkel egyformán. Megtartanám váraikat, átvenném a várnépet. Fejleszteném mindazt, amit tőlük tanultunk, mindenki fegyveres, aki férfi köztük, ellenállhatatlanok lennének, ha akadna közöttük valódi vezér. Összeolvasztanám ezeket a grófságokat, hercegségeket, Egyetlen határterületben, mely benne lenne a birodalomban, és nem lenne mégsem maga a birodalom. Hogyan gondolod, apám? Ez is az impérium földje, most is Róma, a latinok is elismerik. Névleg, Névleg ezután is így lenne, de mindezt lehetetlen bizáncból igazgatni. Nem reszkedhet a kormányzó vagy a logotea, mert beteg a császár vagy új úr ül a palotában, s neki innen távoznia kell. Ez az ország Mánuel a keresztesek országa. Én úgy akarom ezt visszafoglalni, hogy az ország a tiéd legyen. Ültek a szép zöld mohossziklán. Előttük szakadékos völgyek, a szem végtelen messze ellátott a síkságra, messziről vártornyok tűntek fel, idegen architektúra, melyet az Eufrátesz völgyébe plantáltak a latinok. Mánuel állt, ijára támaszkodott. Miért hallgatsz, Mánuel? Apám, amikor felosztották a birodalmat, ebből a fejedelmekre csak viszály származott. Nem osztom fel a birodalmat. Nem félek tőled, Mánuel, hogy ellenem fordulsz, nyugodtan alhatom. Tanulni fogsz, aztán majd megvédett keleten a birodalmat. Harmadik fiad vagyok. Bizáncban az a császár, akit a hadsereg, a Szent Palota, a szenátus és a nép bazileüszként elfogad. Nem függ a természet vakszeszéjétől. Nincs törvény, mely azt mondaná, hogy mindig a legidősebb fiú vagy unoka követi azt, aki sírba száll ez csak kegyes szokás. Andronikos és Izsák is előttem vannak. Remélem, apám, hogy az úr meghallgatja imádságom, s neked még hosszú-hosszú életet ad. Néha már fáradt vagyok, fiam. Most ismered szándékom. Erről még senkivel sem beszéltem. E napot választottam arra, hogy szóljak veled az Antiochia ügyekről. Kárpártolnod a latinokat, nem kell irigykedne csillogó fegyverükre, üres gőgjükre. Sírjukat ássák. A birodalom betemeti őket is, és újból maga vigyáz majd keleti határaira. Valahol távol megszólalt a kürt. Még nagyon halkan, alig hallhatóan. A kutya lábuknál felemelte fejét. Valami megmozdult a szakadékok között. Az erdő imbolyogni kezdett, mintha szél szaggatná meg, forgó szél, mely tövestől eldönti a könnyű fákat. A halott világ megelevenedett. Nagyon messziről apró pontok növekedtek, embers ló összeolvadt, a síkság szélén leszálltak a lovakról, a kis barna foltokat elnyelte a hegykaré. Ez volt a vadászat csodálatos pillanata, a feszült csend izgalmas negyedórái, már megfontták a hurkot, és a hatalmas körből egyetlen vadnak sem lehetett kimenekülnie. János talán erre várt. Felállt ő maga is, elrendezte fegyvereit. Barázdás arcát nekifordította a könnyű tavaszi napnak. Kinyújtózott, szabad perc volt, amikor nem terhelték a gondok. A magányos, aszkétikus férfi felé lett a rengeteg különös életésében mintha soha nem mondott volna perccel ezelőtt súlyos szavakat, nem élt volna előtte az impérium szerkezete, melyet a Hágia Szofia kupolájához hasonlóan angyalok tartanak. A három tegzet övére akasztotta, előre lépett a tisztás felé. Lábával próbálta a földet elég szilárde, nem csalfaj a szikla, melyhez hozzátámaszkodik. Mánuel ott állt oldalánál, az apa intett, a fiú néhány lépésnyi távolságban maga is leshelyet választott. Mellettük szakadék zárta el az ösvényt, a vad, ha meg is kísérli a kitörést, nem választhatja csak ezt az utat. Hallgattak. Késő délutára fordult az idő, a levegőben lehetett érezni az alkonyt, a nap lebukóban volt, hirtelen kellett kimúlnia a puszta törvénye szerint. A kör szűkült, a kürt egyre közelebbről érkezett. A szemközt lévő hegyoldal most egyszerre táncolni, reszketni kezdett. Közepén bozontos fej emelkedett ki a sűrűből, hatalmas vadkan, csak annyira, hogy észrevehesse a két szemben álló férfi, szétvesse lábát, előkészítse a nyilvesszőt. A csorda hatalmas lehetett. E vad rengeteg nevelte, szabadon élt benne, oly vadságban, melyet nem háboríthatott soha senki sem. A kanok döfötték, harapták egymást a vezérségért, a gyengébb elhult, az erősebbeket gőgössé ellenállhatatlanná tette a rengeteg. Így jöttek. Hosszú sorban, elől a kanok, mögöttük az apró nép. Ismeretlen veszély szaga áradt az erdőből, mintha valahol felperselték volna, és most szél idehajtana a zsarátnokot. Áttörtek a vízmosáson. Mint zuhanó fekete golyók úgy ereszkedtek le a meredek hegyoldalon. Alázúgtak, egy percre eltűnt szemük elől az egész konda, hogy néhány nyillövéssel odébb újból felemelkedjenek a szőrös sörtésfejek. Mánuel kifeszítette íját, célzott. Mint zúgó dárda röppent ki a vesző, torokba kapta a vadat. A fekete vér kicsorgult, a kan, néhányat forgott, kalimpált, véres tajtéka elkeveredett a feltúrt földdel, feltépet indákkal, szaggatott levelekkel. Elnyúlt a fiú apjára tekintett önkéntelenül is. János alig észrevehetően bólintott, mintha mosoly volna el ajkáról. Ő maga nem lőtt, hagyta fiát, várt, nincsene szükség az ő veszőjére is, ha nem éri azonnal a vadat a halál. Most ő is kinézte zsákmányát, egy öreg kant, mely a második vonalban érkezett fel, megtorpant, érezte a vérszagot, nyugtalan lett. Előről egy különös ember illatt. Mögötte az üldözők zaja. Egy pillanatig várt, ez lett volna Kalo Johannes prédája, ha Manuelt nem ragadta volna el ennyire a szenvedély. Az apa megint hallotta a hangot, az elpattanó ideg fájdalma zizzenését, látta a vesszőt, mely a második állattorka felé repül. Ám a vad lehajtott a fejét, s a nyíl fejébe fúródott, ott állt meg két szeme között. Nem volt halálos. A következő pillanatban megállt, szaglászott, észrevette gyilkosát. Manuel felé rohant. Mindez másodpercek tört játéka volt. Késő lett volna, hogy újra ajazza az ívét, vesszőt keresen célozzon bele. Késéhez kapott, így várta a vadrohamát ezen a helyen, melyről nincs visszafelé. Mintha egyedül lenne. Ám ott volt még az apa valamivel könnyebb íjával, amint keresi saját prédáját. A vad horkolva véres tajtékkal, de még frissen kapaszkodott fel a vízmosásban, féktelen dübel Mánuel felé. A fehér tolú nyílvessző kihula császár ívéből, Ösztöne játszik, amikor felcseréli, utána nyúl, szeme nem téveszti el a vadat, a fekete túlú vessző kezében, talán kisé ügyetlenül fogta, felsziszen, de már a vessző ott ül az idegen, pillanat mindez, még meghúza egy pillanat múlva a méreggel itatott nyíl a vadkan farában mered fel. Manuel várja a támadást. Most már az apa is kihúzza rövid kardját, segítséget visz fia felé. A kan néhány lépéssel közelébb jön. Különös remegész szalad testén, mintha megmerevednék, ellankat halálosi lendületében, a fájdalom elszáll belőle, tagjait megolmozza, lenyűgözi a halál. Különös halál, nem túr, nem a csarkodik maga körül. Egyetlen lendületében lankad el, majdnem csendesen, reszket a teste, de ezt talán nem is érzi, elnyúlik, végsőt lehel. Közel járt. Ez volt minden. Vadászok voltak, a veszély elmúlt, mindketten tudják, hogy nagy volt, megmenekültek. Férfi emberek dolga, hogy nem érzelegnek, de Manuel odamegy az apjához, lehajlik hozzá, megcsókolja a kezét. Egy pillanatig tartja, aztán felnéz rá kérdően. Megsebesültél? Amikor vesszőt cseréltem, egy kicsit felhasított a hegye. Manuel egész ráhajlik íjjára, mintha reároskadna. A hangja oly halk, suttogó, mintha félne attól, hogy meghalhatja rengetegben valaki. Melyik vessző? Az apa halálsápat. Nézi kezét. Kis veres csík alig parányi sérülés. A vér lassan önti el csak a készfejet. Hallgat. A fekete apám. Kalo Johannes hallgat. Lassan, nagyon lassan elvonja kezét. Keresztet vett. Manuel lehajlik a kézre, elkapja. Most már ő az erősebb. Ő az orvos, s a fiú, aki harcol az életért. Kését rántja elő. Érzi a hús fájdalmas rángását, magát a vonagló testet, mely menekülne a gyötrelem elől. Kiszélesíti a sebet, a vér most megered, s aztán ajkához emeli, teljes erejéből szívni kezdi a sebet. Az apa halott halavány, lehet, hogy a lába reszket, most, hogy fia túl van a veszélye, most érzi, közel járt hozzá a halál. A seb alig valami, másként észre sem venné, de érezte a nyílvessző alatomos szúrását, a parányi szakítást, egy pillanattal a vessző kiröppenése előtt. És most itt áll, keze fia kezében, a fiú szája rátapadt a mérgezett vérre, szívja, majd félrefordul, kiköpi, az edényből bort vesz szájába, s ezzel mossa ki. Érzel valamit, apám? Köszönöm, fiam, semmit. Talán az Úristen megsegít. Az orvosokat kell hívnod, apám. Nem szólhatsz nekik. Senkinek sem szólhatsz róla. Ha elért volna a méreg, halott lennék, mint a kan. De nem érzek semmit, nyugodj meg. Ez a bizsergés csak az izgalomtól lehet. Felhevültem, ne zavarjuk meg a vadászatot. Nem szabad szólnod senkinek. Ha megtudják, holnap Antiochiában van a hír. Eltemetnének örömest. Méregnek van ellenmérge. Be kell venned a borítalban. Ennek nincs. Egy szolgám keverte, aki meghalt. Nem mondta meg sohasem titkát. Perzsiából jött, ott tanulta. Nem tudom, mi a neve. A művét láttad. Nyugodj meg, Mánél. Ha kant leteríti, leterít embert is. Ne félj! Megindultak lefelé. Mánuel látta, hogy apja botorkál halott halovány. A sötét rajta ül az árnyék, fakón olmosan tapad rá, mint megkapaszkodó bőregér. A kör szűkebbre szorul, de már egyikük sem törődik az oldalt kitörő szarvasokkal. Hagyják, hogy csatlósok, udvari vitézek rohanjanak fel, ők vegyék át a két hatalmas zsákmányt, vágjanak sörtéjéből ősi szokás szerint, megmártsák a sarukat bérben, a tetemek fölé kis nyilvesszőt tűzzenek a császár színeivel ők már lefelé indulnak a magányos vízmosáson át, mögöttük az udvari nép. A császár fáradt. A kör nélküle is bezárul, helyét, axus és a legfőbb méltóságok veszik át. Így mennek lefelé a hegyen, a szélső tisztásig, itt már a szolgák elébük hozzák a várakozó lovakat. A csapat üget tovább a sátortábor felé. Manuel arca előre nyúlik a szélben, haja kibomlik, úszik utána. Szél, 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 kemény, töretlen, pusztai szél. Nem ütközik városokban, nem olvasztják fel a ködök, nem érint vidéket. Pusztákon, hegyeken, sivatagokon átszáguld, valahol megáll. A császár fáradt. Manuel látja, mint lassan előre esik. Minden izma megfeszül, most szörnyű harcban áll az akarat a testtel. Fogja a gyeplőt görcsösen-szorosan. Az árnyékok ott ülnek az arcon, mely nem derül fel parányit sem. Gyász. Andronikos, a második fiú is meghalt. Most hozza a hírt a futár. Egy helyet két holttestet visz a hajó. Johannes két idősebb fiának tetemét. Így gyászolnak a táborban férfiak módjára. A császár bent ül a belsőbbik sátor szobában mereven néz maga elé. Keze felkötve a bal kéz valami apró sérülés érte, mosgyógyul. Mánuel ápolja ő rak rá friss friskötéseket. Gyász! Itt ülnek Antiochia falai alatt, várják Rajmund követeit a betlehemi püspököt, a vár a csavaros nótáriusokat. Alexiosra és Andronikosra gondol a császár, a két öregebre, az elsőkre, a gyengébekre. Nem bírták a szelet, a puszta leheletét, az esőket, a forróságot, nem bírták a hideget. Köhögtek, gyengék voltak. A másik kettő, Izsák Manuel, más. Erősebb. Csupa egyszerű gondolat van arcában. Nem néz messzire, miért nézne messzire? az Eufrátez és Dunak közt oly végtelen nagy a birodalom. Nápoly és a bulgárok vidéke is beleesik. Ilyen nagy, s most mindennek a világnak végtelen hatalmúra itt ül magába roskadottan, sajgókarra, gyászban, összetörve, nincs benne egyetlen szikra sem. Most kell fogadnia Antiochia követeit. Holnap vendégek jönnek. A hír megelőzte őket, a városból érkeznek a húsvétot akarják itt tölteni. Andronikos jő az unoka testvér, s hozza magával a másik Andronikosznak a testvérnek két lányárváját. És jön velük a kalandor Cézárnak, egy különös Normannak, Rogernek felesége, Márta hercegasszony, s két oldalági Komnenos, egy Angelos és egy Dukas. Hajón indultak el Bizáncból, hogy itt lehessenek a császárnál a nagy ünnepen. Mindezek hírek távoli hullámverés, oly messzi és jelentőség nélkül való, mint hogyha egy porszem lehull a porfírhegyeken. Miért jön Andronikos, és miért jönnek az árvák? kívta ide a rokonokat? Mire várnak? Andronikos halála oltta fel a tartózkodást. Ki küldte őket? Miért gyűlnek ide? Hallottak-e valamit a hiobb hírekből? Este. Ilyenkor elcsendesedik a tábor. Bemegy apjához, s lecsavarja karjáról a köteléket. Harmadnapja megy így. A császár ül a kényelmes párnás székben, csak ő látja, hogy borzunk. Láza van. A kötés alatt puffat, feketés, szederjes a kéz. Véres csíkok szaladnak a hónaj felé. Mint amikor harcos sebe üszkösödik. Ha csoda nem jön, ez a halál. Ilyenkor este összejönnek a kirúrgosok. Füveket tesznek a sebre, mely parányi nyílásával alig árulja el, hogy itt volt a baj kapuja. Ezen keresztül lopakodott be a testbe a gonosz. Van, aki felszeretné vágni az egész kart, hogy bőségesen kicsorgassa a rossz vért. Az öregebbik se borbos aggódva csóválja a fejét. Az úr megsegít, az úr megsegít, mormolja, és vár, tétovázik, nem tudja semmire sem elhatározni magát. A főzetek nem segítenek, a piócák nem segítenek, a kés s a lancetta nem segít. A császár didereg, este lassan emelkedik a láz, fog a bacog, takarót kér. Holnapra megjönnek a vendégek, a hercegek s hercegnők, a hajó főrangú népe. Mintha odahaza lenne, ilyenkor egybegyül a nagy tanács, a papok s a hadsereg vezetői, a szentpalota első miniszterei holnap megérkeznek, s most még itt van ez az éjszaka a beteg előtt, mely végtelen hosszú percekből áll. Elviselhetetlenül hosszú percekből. Kelts fel, Axuot, jöjjön be hozzám, mondja Kaló Johannes halk fáradt szóval. Megnedvesíti torkát, utána beszél. Annyit csak, híd be, és te maradj kívül, ne engedj be senkit sem. A nagy domestikusz pusztai ember ébren alszik, sem zavar, sem megindulás nincs arcára írva. Merev, messze tekintő mozdulatlan. Ülj le, mondja a hang, egy kéz kinyúlik, székre mutat. Ritka kegy. A császár előtt földig kell hajolnia mindenkinek. Őj le, mondja a hang, s axuk érzi, hogy valami elvégződött, s valami új kezdődik a császár szemét keresi, tekintetében riadt aggodalom felhője, egy villanás csak, a másiknak talán meg sem kell éreznie. Nézd csak, mielőtt a városbeliek jönnek, szeretnék beszélni veled. Úgy hiszem, búcsúzni kell, s talán szerencsésebb vagyok, mint atyám a halálos ágyon, aki csak azt érezte, hogy őt a család gyűlölködő indulatai veszik körül. Emlékezem apám arcára. Mosolygott, amikor levontam újjáról a gyűrűt. Nem szólt, de mosolygott. Amikor bejött anyám és Anna, kiáltoztak hozzá, hogy tagadjon meg. Ő mosolygott. Nem akarta talán, hogy Anna legyen az úr. Miért emlékezel most erre? Apám úgy halt meg, hogy egyikünk sem hallotta végakaratát. Velem kegyesebb az úr, mert rám bocsátotta ezt a szenvedést. Érzem a végem, ezért tudok gondolkozni az utolsó dolgokról. Axu, a kezedben van a sereg. Mond, kit akarsz utánam császárnak? Izsák és Mánuel között választhatunk. Izsák Jánbor tiszta életű, ismerik a katonák. Izsák az idősebb, ha őt választod, nem bomlik meg a rend. Te Izsákot szeretnéd? könnyebb lenne őt elfogadtatni a katonákkal. A katonák tisztelik azt, aki elsőszülött. Öcsémre az idősebbik izsákra gondolok. Ha meghallja a halálhírt, előszedi egybegyűjtött aranyait. Félek az öregebbik Öcséd, uram, gyenge és fecsegő. Szétveretem bizáncot, hogyha őt koronázza meg. Csendesebben Aksu! Azért akarom, hogy azt, akit választok, a sereg kiáltsa ki Augustusnak. Figyelj rám! Én Mánuelt választom. Egyedüli császárnak? A császárnak. Ő volt az a fiam, akiben kedvem telt. Mióta felnőtt, csak erre gondoltam. Sóhajtoztam, miért ő a legkisebb. A halál angyala járt szándékom előtt. Most már csak közte vagy izsák közt választhatok. Én Mánuelt választom. Te vagy a birodalom, uram. Mond Aksu jó szívvel vagy -e a fiú iránt. Gyermek volt, karomon ült, megcibálta a hajam. Lehet-e elfeledni ezt, uram? Miért mondtad elsőnek Izsákot? Ismerem a birodalmat. Izsák egyszerű ember. Itt él a katonák közt és otthon a papok közt nem beszéli a frankok nyelvét, nem keresi barátságokat. Manuel hozzájuk hajlik. Én itt vagyok a táborban, nem tudhatom mindig, mi történik Bizáncban. Manuel a latinokhoz hajlik. Francia beszéddel szól a normanzsoltosokhoz. Így beszél Roger Cézárral, latinul a papokkal. Anya nyelvén is ért. A vakemberrel, míg élt, magyarul beszélt. Mindezt tudják a Szent Félnek csak az idegen zsoldosok várják tőle, hogy ők lesznek az urak. Izsák kelet felé néz, Mánuel arra, amerre lenyugszik a nap. Nem elég jámbor? Meghallgatta a latin patmiséét, azután való nap, hogy Berta megérkezett. Miként ők akkor térdelt, s akkor hajolt. Úgy mondják, követte a rítust. Talán a keresztet is úgy vetette. Eunukok pecsegése az uram. De fecsegnek, s a heréltek szájától visszhangzik a palota. Ezért mondtam mindezt neked. Mindez megváltoznék, ha izsákot jelölném? Jámbor lélek meghajlik a pátriárka előtt. Mindegyik pátriárka előtt. Senki sem szólna ellene, ha csak nem a bíborban született hercegek. Szíved szerint izsákot jobbnak gondolnád? Nem, uram. Ismertem mind a négy fiat, Mánuel belopózott bele atyád lelke. Az úr vitéznek teremtette. Ha izsákot koronáznád meg, fel kellene lázadnia ellene. Mánuelnek uralkodnia kell. Nagy császár lesz, jött elmúlását meg fogja sínyleni a világ. Más lesz a birodalom, mint volt, még te uralkodtál, s még atyád uralkodott. Nagy császár lesz. Nyugat felé. Anyja vére van benne, két nagyatja vére. Egyikük újjáépítette a birodalmat, császár volt. Másik király és szent életű. Teteme sok csodát tett, miként mesélik a magyar követek. Mánuel számára nem végződik az impérium ott, ahol a bolgárhegyek. A szeme a Dunán pihen inkább, mint az Eufratesen. Ha Mánuelt választom, tiszta szíveddel mellé állsz. Azért tartottál magad mellett, mert őszinte voltam hozzád. Őszintébb, mint testvér, mert Bizáncban a császár testvérei ritkán jó tanácsadók. Ha Mánuelt választott, harcolok érte. Szolgálom. Frigyünk szerint. Ha Isten is úgy akarja, fiam fogja őt tovább szolgálni, ha én majd utánad megyek. Gondolja vendégekre, Aksuh. Köztük vannak az irigyek, a titkos ellenségek is. Nekik itt kell maradniuk addig, míg megtörténik a trónváltozás. Mindezt neked kell elvégezned. Helyettem kell majd elvégezned. A feketes, mégis halvány arc előrehajolt, a kéz görcsösen fogta a poharat. Valami könnyítő orvosságot ivott, melyet máklevéből főztek az orvosok. Megpihent. A nagy domestikusz várt, míg elernyed a feszültség, enged a görcs, megbékélnek megint az arcvonásai. Pusztai ember volt, tudta, hogy ez a közeledő halál. Meredeken lezuhanó sziklafalhoz támaszkodva egy tisztáson állt a nyersen összeácsolt fa templom, ormótlan hagymafejét a katonácsok bearanyozták. Templom volt, mióta derekán ide húzódott a császári szállás, felépítették, itt tartották a vasárnapi misét. Az előcsarnokot palánk kerítette, a főajtó széles volt, hogy kitárván a kapukat az egybegyült katona is láthassa a szent áldozatot. Bent a császár ikonjai fügtek a cölöpökön, és a császár széke volt az egyetlen, mely foszladozó bíborában ott állt a szegényes tábori templomban, melynek földjét egy éjszaka alatt belepte a gaz. A szentét aranyozott rács ikonosztázion takarta el, ide csak az jöhetett, aki felvette a papirendeket, és ezen felül maga a császár is, aki személyében kapocs Isten földi és égi rendelései között. Két szék volt, az egyik az övé. Másik szemben a pátriárka széke, az egyfász főjé, aki sohasem fogja meglátogatni a tábort, s akinek itt harcok, határperek, katonák közt elhalványodik emléke. Ám most átjött Antiochiából a másik, a szegényebb pátriárka, hogy húsvét szent napjának békességébe öltözködve ő mondhassa a misét. Latinok közt élt latin püspökök árnyékában. Hívei megfogyatkoztak, őt magát örök gyanakvás üldözés eretnek vád vette körül. Ha nem bástyázta volna körül életét Kalo Johannes, nem függött volna ettől a bizánci latinok sorsa, a poátyéri Rajmund herceg már rég kiűzte volna a város és a várfalai közül. Most eljött. Menlevéllel a követek után. Csendes öregember volt, ismerte a harc változásait. Maga nem harcolt. Ájtatos fehér szakála végig folyt a fekete köntösön, melyet nem ékesítettek a püspöki színek, maga jött le reggel a templomba, hogy megnéze, mindent előkészítettek e a szerpapok. Halköregember volt, nesztelen járt fel alá, maga igazgatta meg a gyertyákat, szólt az ört álló katonáknak, hogy zöld gajjakat vágjanak, ezzel borítsák be a templombordák mesztelenségét, tisztítsák meg hernyóktól, gyíkoktól, apró hüllőktől a füves térséget, ahol állani fognak az ünneplők. Várta a tábor papjait, akik itt élnek, szeles szállásaikon, maguk is cserzetbőrű, pusztai emberek lesznek, elszoknak az ízes ételektől, a szigorú bőtöktől, ott hagyták asszonyaikat, zsermeküket, katonák, ők is, fegyvert kapnak, hogy védjék magukat, ha feléjük rohan a pogány. Árok mentén hallgatják a gyónásokat alkonyatkor, amikor leteszik elébük a véres saragját, a halódó felemeli fejét mond valamit, inkább hörgés, csendes szó, tudják, hogy most elszáll a lélek. Gyontatnak. Fekete húsvét. Az úr 1143. esztendejében szomorú Ázsiában a feltámadás. Senki előtt sem titkolhatták már, hogy János császár beteg, a főzetek még ideig óráig megnyugtatják, de már hanyatlik, szeme fakó, tekintete megtörik. Ha egyszerű katona lenne, rég hollók riadoznának felette, így még életben tartják, az úr nem engedi meghalni, még meg nem éri Krisztus feltámadását, magához nem veszi az úr testét, s el nem rendezi az impériumot. Mintha otthon lennének a szentpalotában, annyi méltóság, udvari ember, herceg, a császári házzal rokon úr gyűlik egybe. Itt járnak körülöttük, dideregnek, ha esténként leereszkedik a völgykatlamba, a hegyek párája, elhúzzák szájukat, mert fekete a kenyér, rágós a vathús, s nem udvari szakácsok főzik délről délre a friss ételeket. Mindezzel nem törődik a császár. Ott ül sátrában. Kegyes szava volt hozzájuk, amikor megérkeztek, ott ült a bíbor székben, mosolygott feléjük. Úgy mosolygott, mint ikon szent arca. Jó akaratúan, mégis félelmetesen. Akik jöttek, finomak voltak. Szájuk telve volt régi bölcsek szavával, hibátlanul beszélték az ősök nyelvét, melyen a bölcsek írtak, s nem rontották még meg Arisztofán és csúfolkodásai sem. Így beszéltek, mert ez volt a tiszta udvari nyelv, és lesütötték szemüket, mintha fájdalmat nyomnának el, amikor meghallották a császár köznapi nyers szavát, a vezérek beszédét, a hangot, mely itt él, helyére talált a sátortábor végtelen térségei között. Első nap még nem tudták, hogy halálán van a császár. A főzetek néhány órára csodát tettek. Hangja telt volt, vállát elborította az aranyköpeny, nem látszott karja, csak kesztyűbe burkolt jobbját nyújtotta ki alól, amikor csókra gyülekeztek a familiárisok. A tábori élet őről, mint a szú, s megőről, miként megőrölte Alexioszt és Andronikoszt is, rövid néhány hét alatt. Sápat, mert talán mérges ködöket ereszt a vidék, párák rakódnak rá a merre, vámpírok szívják éjszakánként a vért. Aztán eleredt a suttogás. A szolgák tudták meg legelőször a seborvosoktól. Tudtak a fekete vérről, melyet kiereszt a seb. A méreg egyre messzebbre húzódik a testbe. Nem segít a papok könyörgése, a nadályok, s mindaz a praktika, melyet megpróbáltak a doktorok. Tudták, hogy a császár két nap óta Isten szolgáival beszél, a végső dolgokat emlegeti, bárja sorsát, elméje tiszta, még minden reggel és este hallja a nagyvezértől a hadsereg híreit. Ennyit tudtak a vendégek. Ők ünnepre érkeztek, hogy megtiszteljék a császárt. Kérjék, hagyja el a tábort, jöjjön Bizáncba, mely aggódva várja urát. Jöttek, hogy hódulatukat mutassák, erősítsék a rokonságot, mely fennáll házaik és a komnenoszok háza között. Hajnalban már kijelölték a tábori kápolnában mindenki helyét az udvarmesterek. A katonák lócákat ácsoltak, hogy legyen hová leülni a legfőbb méltóságoknak. Reggel megdörrentették a nagy fatáblákat, megriadt körös körül az erdő, madarak rikoltoztak, az ember elűzte a vadakat. A sereg rendekbe állt, a tisztek ott vártak a sorok előtt, meghajoltak, amint jöttek a hercegek, patriciusok, az öreg, elűzött antiochiai görög pátriárka és a fiatal udvari püspök, aki a fővárosi vendégekkel együtt érkezett. Mindenki helyet keresett, mely rangja szerint megilleti. A császári bíbor székkel szemben csak egyetlen trón széké formált ülés volt. A szolgálattevő ide vezette a roskatak őszakálas pátriárkát. A palota püspökének így állnia kellett. Méltósága nem engedte, hogy szerpapként vegyen részt az antiochiai papmiséjében. Sértett arccal állt sejem palástjában, mintha számolná a perceket, meddig tart e megaláztatás. Mindegyik arcon ott bolyongtak az árnyékok. Krisztus föltámadt, a nap örömet, megújulást, tavaszt jelent, a bőjt és önsanyargatás végét, a lélek megtisztult a próbákban, a test egészséges és erős. A birodalom ilyenkor kezdi meg támadó hadjáratait. De most gyász van, mert ebben az évben az ország két herceget temetett el, s maga a császár is ott áll a sír szélén. Valami új jön, aminek senki sem tudja lemérni sem súlyát, sem erejét. Axux az egyetlen, aki mindenkinél többet tud. Ő a sereg nagy domestikosza, kezében a katonák de Aksuk hallgat, épp olyan csendes, mint maga a császár, akinek eddig senkihez sem volt szava. Amikor Manuel jön, a katonák harsányabban fújják a kürtöt, a hang elered, a témákon átviarcik a lelkesedés. Majdnem hat láb magas ember, kisé meggörbül, ha nem vigyáz a testtartására. Páncélban van, fején sisak, olyan, mint maga mars, suttogják egymásnak az udvari emberek. Keresik helyét, a bíbor karfájú karszéket, mely rangja szerint megilleti. De Mánuel nem jön be a templomba, megáll kint, a kereszteletlenek számára ős idők szokása szerint elkerített helyen, beáll a katonák közé. Kezébe veszi kardját, letérdel, keresztet vet. Utána a sorok közé megy, a katafraktáriusok közé. Krisztus feltámadott. Krisztus valóban feltámadott. A császárfia megöleli a katonát. A tömeg megbomlik, végig hullámzik a lelkesedés, minden tiszt és katona közelébe akar kerülni, átvenni és visszaadni neki a húsvéti csókot, mely titokzatos frígy vezér és veterán között. A familiárisok, udvari emberek, akik látják, sápadtabbak lesznek. Tudják, semmi sincs ok nélkül. Andronikos, a csodálatos unokatestvér, aki megjött a táborba magányos vándorútjai egyikéről, megfordul, kimegy a katekumeneszek csarnokába. Elébe megy. Míg kijut, néhányszor meghajlik futó mozdulattal az idősebbek előtt, tűr is fogadja ülelésüket, de szeme csak Mánuelt keresi. Ő is épp oly hatalmas, szép és marshoz hasonlatos, mint a Szebasztokrator. Ott áll előtte, kinyújtja karját, beöleli. Krisztus valóban feltámadott, mondja a száj. Mánuel hallja, s hallja, amint ölelés közben gúnyosan, majdnem cinkosan fülébe súgja a gladiátorok egykori szavával, Áve Cézár imperátor. Vértjeik egy pillanatra összecsengenek, a hang még ott bujkál az emlékezetében, amikor már messze járnak egymástól. Fekete, összeszabdalt katonarcok tűnnek fel előtte, amikor megadja nekik is a császár fia a húsvéti ölelést. A császár nem jött saját lábán. Könnyű gyaloghintóba hozták, e palotabéli járműben, melyet megvetett ő is, mint általában a katonák. Az eunuk ernyőt tartott föléje, így csak akkor látszott arcának sápadtsága, amikor kiszállt a székből. A pap vállára támaszkodva megindult trónja felé. Beleroskadt. Egy percig ült, majdnem mozdulatlanul, kipihenve a szörnyű erőfeszítést, melyet a néhány lépés jelenthetett. Majd meglendült Bíboros jobbja, megszólalt a katonák kórusa, mely egyhangú énekével megnyitotta az ünnepi misét. A rács bezárult a pátriárkas pap kísérete az ikonosztázion mögött a szentek szentjének misztikus ágában készültek az áldozatra. Az aranyozott csillogó rács előtt ketten voltak egymással szemben. Trónszékében székében Kalo Johannes a beteg császár, és állva az udvari püspök, akinek nem volt szerepe a húsvéti áldozatban. A mise ősi szépsége lassan, fokozatosan bontakozott ki az őserdő partján egymással ölelkező korálok közt, minden hangszer, orgon a zeneszerszám nélkül, nem volt az eunokok fájdalmas angyalkórusa, mint odahaza a hágia szopja ünnepein, félelmes erejű, hatalmas tüdejű katonák között válogatott a karnagy, akik egyszerű, primitív ejtéssel énekelték a régies, ódon nyelvű szöveget. Következett az offertórium. Megnyíltak a rácsok, elővonult a latinoktól elüldözött öreg antiochiai pártriárka, húsvéti aranyába öltözve, álomszeliden úszva hófehér szakállával, mint légies szellem, a néhány lépcsőfokkal lejjebb álló ájtatossak felett. Hangja megszólalt. Messze hangzó intés volt. Idáig minden jámbor léleknek szólt a mise, de ettől kezdve távozzanak a kereszteletlenek, nem lehetnek jelen az áldozatnál, el kell hagyniuk a templomot. Kint a katekumeneszek hajlékában várakozhatnak mindaddig, míg méltóknak találtatnak arra, hogy homlokukat megnedvesítse az örök életvize. Most is elhangzott a régi szó, ám a katonák kórusa tovább zenget, egyetlen ember sem hagyta el a helyét csak megkeresztelt férfi léphetett a Bazileus rendes katonáinak sorába. A török, mongol, perzsas, egyéb keleti csapatok a szövetséges nevét viselték, s nem lehettek jelen istentiszteleteken, melyet a császár személye megszentelt. Húsvéti mise volt hosszú evangélium. A szó dallamosan lassan csenget a szerpapajkán. az udvarnépe értette, értette maga a császár is, átszellemülve hallgatta újból a feltámadás történetét, szeme lángolt, rajta függött a kereszten, ez szelid mozdulatlanság maga volt az egyszerű imádság, az örök ajánlás, melyel emberi lélek alászkodik a végső küszöv előtt. Refáció körül a pátriárka lassan kifordult, szerpapja elébe sietett. A főpap megöleltes és megcsókolta szolgáját, jelezve, hogy mindenkivel kibékül, mindenkitől bocsánatot kér, aki ellen eddig vétkezett. E pillanatban meglendült Kaló Johannes jobbja. Az udvarmester feléje hajolt. A császár szemében különös fény ült. Várt egy pillanatig, míg elébe jön lehajtott fővel az udvari nép, a vérrokonok méltóságok kiki rangja szerint. Nem engedte, hogy letérdeljenek. Fejének bólintása jelezte, hogy alászkodik. A mozdulat, mely ölelésre hajlott a száj, mely alig észrevehetően utánozta a csók nyílását, mutatta, hogy a császár most búcsúzik minden hívétől. Bocsánatot kér és megbocsájt. E rítus szokatlan s ősi volt, nem illett bele a mise keretébe, de lényeg volt, melynek már csak a jelképét őrizték meg a bocsánatos csókot lehelő papok. A császár végig élte őket, minden arc elmúló világot jelentett, ősöket, unokákat, szándékokat, célt, sorsokat. Mindegyikéhez a vér kapcsa sokszázados emlékek fűzték, emlékek, melyek a komnenos sorsfordulatai közt valahol egybenőttek azzal, aki most előtte áll. Az udvarmester ritkította a csókra váró sorokat, a szertartás lassan véget ért, a legutolsó, aki a Bazileuszhöz ért, Mánuel volt. Ő térdelt előtte az egyetlen, akinek ezt az apa engedte. Egyetlen volt, akit felemelt egészséges jobbjával melléhez szorított, testét most megrázta a sírás, férfiak könyvtelen némazokogása, és aztán megint megmerevedett az arc, a fiú ott maradt atya mellett, hogyha kell segítségére legyen. Csend volt, a kórusok elhallgattak, jött az erdő, birtokba vette megint az életét. A kórusoktól elbódult madarak most rikoltani, énekelni kezdtek. A napsugár becsapott a durván ácsolt gerendák résein, szikrázó aranyba borult a pátriárka, az oltár előtt, mintha felé lettek volna a virágok, a földön újból kihajtott a gaz. A kenyérs-bor átváltozásának titokzatos szakasza következett. Ősi szokás szerint újból kijött a rácson túl a pátriárka, lassú lépésekkel odament az álló püspökhöz, letört egy darabot a kenyérből, bort nyújtott feléje, hogy ízlelje meg, mert itt ő most a főpap, e magános vad erdőszéle túlesik azon a területen már, ahol az antiohiai pátriárka uralkodik. Az ő szemében ez már Bizánc. A beavatottak megérezték a szertartás értelmét. A sápat arc kipirult, meghajlott az ősszakál előtt, tört a kenyérből, elvette a kejhet, mint egy megadva ezzel az engedélyt arra, hogy megkezdődhessék a mise áldozat legcsodálatosabb része, a konszekráció. A kórusok utolsó hangja is elhalkult, ám a császár még ott ült székében, mintha fájna, terhére lenne minden mozdulat. Végre Mánuel megérintette karját. Az apa valamit súgott fülébe, néhány perc múlva kírült a templom, csak a szolgálattévők maradtak a császár mellett, aki méltóságának utolsó erejével tiltakozott az ellen, hogy lássák esendőségét. Nem bír felemelkedni székéről. Mánuel volt mellette. Mi könnyű -e beteg lefogyott ember, alig érzi a hatalmas herkuleső erejű ifjú a testet, mely reátámaszkodik. A láb lép egyet, már ott van a gyaloghintó, s egy perc múlva újból úszik a császár térdet hajtó katonák udvari népek fölött. Felbolygatott mékas volt a tábor, a vendégek a nagy sátor árnyékában álltak, minden bizonytalan volt, kaotikus. Senki sem tudta, mi lesz a legközelebbi órák sorsa, mire határozza el magát a császár. Lehet-e remélni állapotának jobbra fordulását, nem lenne okosabb percet sem várni, nekindulhatnának indulhatnának ma este, hogy minél hamarabb elérhessenek Bizáncba, megelőzhessék a vészhírt, a rombolást, mely minden interregnumnak vele járója. Egy óra telhetett el így, izgatott suttogó szavak közt, lázas sietsége rohanó táborbeliek között. Csepnyi sziget volt a Szent Palota népe, most egyek voltak, titokzatos egység, maga a polgári birodalom, mely felmagaslik a faragatlan katonák fölé. Így telt el egy óra, míg szétvonták a nagy sátor előterében a lebocsájtott szőnyegajtót. A rend újból urrá lett a habozókon, szertartássá vált a várás, megmerevedett testtartásuk mutatta, hogy a császár míg él, minden hívétől egyformán megköveteli az alázatot. Tudták, hogy ünnepélyes tanácsülés készül, melyet maga Kaló Johannes rendelt el a birodalom nagyjainak és előkelőinek konzíliuma, amilyent a veszély óráiban szoktak megtartani a császárok. Így most senki nem mehet el, senki sem gondolhat a távozásra. Az őrök szoros kört vontak a tábor köré, lélek sem távozhatik el, aki nem tudja felmutatni a Nagy Domestikos pecsétjét. Majdnem város volt e hatalmas sátortábor, azt tudott csak eligazodni járatai, útvesztői között, aki itt élt ősz óta, megszokta az árnyékokat, ismerte a rést, gerendák és kötelek között, olvasta a ponyvákra festett jeleket. A tanácsba hívott vendégek itt álltak a délelőtti istentisztelet óta, legtöbben étel nélkül, kimerülten, fáradtan. Néhány s lány volt közöttük, ezek átmentek a szomszédos sátorba. Várták, mit döntenek a férfiak. A sátorajtóban a dámák közt megjelent Mánuel. Most látták először reggel óta. Néhány perc volt csak a konzílium kezdetéig, amit nőrokonainak szentelhetett. Szemét körülhordozta a sátorban, az eresztékek közt betörő napsugár alig tudta enyhíteni a fél homályt. Néhány idősebb dáma pihent a karosszékekben, mások a heverőkre dőltek le, szolgáló leányok frissítőket kínáltak, fésüket hoztak, a sátor megtelt a bizánci úrhölgyek bódító aromájával, melynek varázsát egyetlen férfi sem kerülhette el. Manuel fedetlen fővel jött be, haját keskeny arany szalag tartotta össze, vértjét nem csatolta le, kezén volt a kesztyű oldalán kard fejét meghajtotta, igyekezett visszaidézni az udvari meghajlásokat, a tér arányaihoz illő ritust, mely mitoszt formál együttélésből. Nyugtalanul repdeső szempárral találkozott. A szem ijesztően tágult, míg meghajlott a gyászba öltözött húg előtt, önkéntelenül lábára nézett, egy emlék, ajkát összeszorító, konokul hallgató kislány, amint ájultan csüng rajta, öntudatát elvette a fájdalom, majd feléled magához szorítja. Teodóra. Mintha éveket nőtt volna. Gyászruha mély kékét hordja apja után. Itt áll az idősebb herceg előtt, meghajlik, e mozdulata mutatja, hogy késcsókkal illetné, ha Mánuel elfogadná. Állnak ketten a sátor ajtajában. Káprázatos a napfény, különös kései tavasz a tengerpart közelében, mintha remegő déli bábban csalóka árnyképek vonulnának, úgy tűnnek fel a messzeségben Antiochia tornyai. Mánuel lehúzza kesztyűjét. Az lány szeme rátéved a forradásokkal teli készfőre. Katona keze. Ha császár leszel, Mánuel, vigyáznod kell magadra. Mi jut eszedbe, Teodora, hogy ezt mondod nekem? Valaki biztatott erre? Senki. Miért jöttél el Bizáncból? Apám elé jöttem, aki halottan érkezett. Elhoztak nagyatyához. Miért maradjak a városban? Nézem végig, amikor a csőcselék megrohanja apám palotáját. Nézzem, mint fosztogatják a villánkat, prompotiszon. Ki tenni? Ki félne tőlünk? Anyám bement a kolostorba. Én nem tudom megvédeni azt, ami atyámtól maradt. Te és anyád védelmem alatt álltok. Isten úgy segítsen, hogy ami az enyém, az a tiéd. Sokat mondasz, Manuel. Nem hiszel nekem? Itt vagy a táborban, vársz a tanácsülésre. Otthon vár rád az idegen szőkeleány, akinek most Irénia a neve. Hol vagyok én, Manuel? Kivittem ölemben a megsebzett narciszuszt. Könnyű voltál, és mégis, mintha ólom lett volna, úgy lenyűgözött a fájdalmad. Úgy hagytalak otthon Teodóra, hogy nem láthattam gyógyulásodat. Most örülök, tudom, hogy Bizáncban nem vallottak szégyent az orvosok. Ha nem lenne körülöttünk csupa gyász és csupa szomorúság, megkértelek volna, hogy este táncolj. Arra kértelek volna, hogy táncolj egyedül nekem. Nem láttad a pantomim végét. Prodromos csak a verseket írta a kórust. Az Isten ott élt velem mezők és rétek közt azon az estén. Nem láttad a végét. A végét a táncnak senki sem látta. Ha akarod, amikor akarod, elfogom fogom előtted táncolni, Mánuel. A kört hosszan, messzehangzóan szólalt meg közvetlen közelükben. Összerezzentek! Halál árnyékai, csak ketten fiatalok, ketten mosolyognak egy pillanatra, lehelet az egész, míg lehull a függöny az asszonyok sátra mögött. Kalo Johannes hallgatott. A hatalmas karosszék feldúcolt párnáival, karfáró lelógó puha állatbőreivel semmi sem hasonlított. Nem volt beteg szoba, de tanácsterem sem. A meghívottak néhány lócán, s hosszú, gyalulatlan deszkapadokon kaptak helyet. A nedveség átszivárgott a ledöngölt földön, a vegetáció benőtt mindent, a szolgák hiába küzdtek ellene. Hatalmas hangyák cipelték zsákmányukat, gyíkok ugráltak, egy pad lába belesüppett egy vakontúrásba. Minden élt, mozgott, lázadozott az ember ellen, mely megzavarta a természet zabolátlan tavaszi kedvét, rendet parancsolt az ős létre, írtott, gyomlált, öldökölt. Kaló Johannes hallgatott. A szenvedés nem volt éles, zsongó, bódult fájdalmat érzett, ott lebegett álom, s ébrenlét küszövén. Balzsamok bódító ízével volt elve ínye, néhány korty kecsketejet ivott, torkán étel alig ment le már. A halál ült arcán. Tudták, hogy ő maga is készült. Nem hisz az orvosok szavában, akik planétákat kérdezik érvágás előtt, biztató jeleket keresve az égi konstellációk között. Ő nem bízott már semmiben. Gyenge, törődött volt, csak a méltóság tartotta benne a lelket, a ritmus, mely kiszabta-e földi életben szerepét. Császár volt Isten után a Földön a leghatalmasabb. Róma urának érezte magát, aki birodalma Földjén utoljára megpihen. Mindenki hallgatott, várta, hogy ő beszéljen, mert ő kérette egybe a mai tanácsülést. A padokban ültek a birodalom mesterei, fázósan emelgették szandálos lábaikat, alulról felszivárgott a nedvesség, nem szokták meg az erdőt, mely konokul, eszelősen ott tenyészet az írtásokban, megkapaszkodva a résekben ahogy végig révet szeme, bizáncot látta egyszerűbb köntösökben, soványan, s megviselten némeikét, akit levet lábáról a hosszú utazás. Egyikről másikra tévedt a bágyat szem, ismerte apjukat, a nagyapát, ivadékaikon keresztül látta őket jóknak vagy haszonlesőknek, hasznosaknak vagy rosszaknak. Már nem saját magához viszonyított mindent, önmagát is feloszlóban látta, már csak maga az impérium maradt meg, jó és rossz, hasznos és kártékony, csak e nagy egészre vonatkozott, egy országra, mely Rómát nevezi anyjának, a várost, melynek püspöke ellen felemelte fejét. Latinokat és pogányokat lát, eretnekeket és nyugatiakat. Monofizitákat konoks eszelő életükkel, ahogy meghúzódnak az örményhegyek közt, keleti sivatagban élő tévejgő akik hangosan s megrendülve invokálják Isten országát. Az asztalt elborították a pergamenek. Törvénykönyveket szipeltek a mozaiktáblás írásra, rátévett a nap, a drágakövek ragyogni kezdtek, megelevenedett a Krisztus alak. Az ülők látták, hogy a császár már beszél, de még hang nem jő ki torkából, némán próbálja a szavak ízét, egy pillanat, lassan felszínre kerül a búvópatak, nagyon tisztán, csak vékonyabban, mint máskor. Olyan volt a beszéd, mint kisfiú panaszos szava. Eljöttetek, hogy közöttünk legyetek! Itt köszöntött rátok a húsvét, együtt ültük meg a feltámadás ünnepét. Köszönöm nektek, akik messzi útra vállalkoztatok, hogy eljöttetek hozzám húsvétra, hogy megöleljetek, és mondjátok nekem, Krisztus feltámadt, valóban feltámadott. Köszönöm, hogy messziről eljöttetek ide. Eljöttetek, mert látni kívántátok, miként harcol a birodalom, mire költi az egybegyűjtött adókat, látni akartátok a sáfárkodásomat. De betegágyban találtatok egy halódó embert, aki épp úgy fél, mint más, írgalomért esdő keresztény a haláltól, én is próbálom megtalálni lelkemnek békéjét. Kedveseim, ti lehet másért jöttetek ide, kinek, kinek szándéka vágya szerint. Most erről nem beszélünk. Nem feledkezem meg róla, de most fáradt vagyok. Utána Tanács után, ha még tiszta lesz elmém, szólok veletek, és amit lehet, megadok, mert tőletek is búcsúzom. Kedveseim, szeretném, ha elvinnétek magatokkal jó emlékemet. De most nem azért jöttetek össze. A birodalomról beszélek. Őseink hagyománya szerint annak, akit az úr fejedelemnek kiszemelt, jogot ad arra, hogy kijelölje azt, aki követni fogja, és aki láncszem lesz utána a császárok láncában, amelynek eleje augusztus volt. Így látjátok, barátaim, egyetlen szavam kellene ahhoz, hogy éjek e szokással, s kijelöljem, kit választottam, s ha marad még bennem élet, megvárjam, míg a választottnak fejére teszik a koronát. De én közöttetek éltem Bizáncban. Ismerlek benneteket is. Tudom a törvényt, de tudom a szokást is, mely oldja elmosa a törvénypartjait. Hiába szól a császár, hiába ken fel a pátriárka, ha nem mond utána áment a népszáj, nem jönnek valóban szívből az aklamációk. Szúrág akkor a fában, a palota inogni kezd, a mennyezet beszakad, a papok látomásokról beszélnek, mindegyre Antikrisztust emlegetik. Bizáncban éltem, kedveseim. Ismerem a várost, ismerem árnyékait. Sokszor elmentem onnan. Ide a katonákhoz, ahol könnyebb volt minden, egyszerűbb. Nem kellett félnem tőlük. Ösvényt vágattam az erdőben, kijelöltem a sivatagban útjukat. De most nem róluk, a katonákról van szó. Magáról az örökségről, melyet rám hagytak az ősök. Rám hagyott Alexios apám, úgy akarta, hogy hosszú-hosszú esztendőkön át én legyek a kiválasztott, aki az impériumnak gondját viselem. Ezért kértelek benneteket, jöjjetek el hozzám, mintha otthon lennétek a márványteremben, s minden szertartás olyan lenne, ahogy előírja az udvari rend. Ti eljöttetek, és hitet tehettek mindarról, amit mondok. Nem hagyom gazdátlanul az országot, savárost. Nem engedem, hogy lázadás üsse fel fejét. Nem engedem oda a pártosokat a hágia szópia udvarához. Nem akarom, hogy megszállják a palota falait fegyveresek. Ti innen nem mehettek el előbb, mint sem. meg nem várjátok tetemen beszentelését, s együtt fogtok testemmel utazni vissza Bizáncba, hogy hitet tegyetek. Nem ölt meg senki, nem kevert senki mérget italomba, nem akarta senki elvesztésemet. Az úr akarata volt, hogy addig élhetem, míg hasznomat látta. Az ő rendelése volt, hogy saját fegyverem sebezett meg. Halljátok hát szavamat, s értitek, ugye? Nem bádolok, s nem bádolhatok senkit sem. Mánuel lesz a császár! Hangja egy pillanatra elakadt, mintha sírás folytogatná, és szeme egy percre elborult. Mindenki mozdulatlanul ült, egyetlen rezzenés sem szakította meg az áhítatos csendet. Senki sem merte megelőzni az élőt, aki halára készülődik. Egyetlen mozdulat most végtelenül sokat jelenthet. Igen, kedveseim! Istennel megvívtam a harcot. Könyörögtem neki, világosítsa meg elmémet, az ő országáról történik most rendelés. A lelkem szerint beszélek. Alexios és Andronikus előttem szárt sírba. Tudjátok, mit érez egy apa, akinek fia előtte indul el az örök útra? Az a fiú, akit maga mellett már megszokott. Újra kellett rendeznem elménben mindazt, ami hosszú-hosszú évek óta úgy hittem az Úr akarata szerint elrendeztetett. Manuelt választom, mert ő az, akire a birodalomnak szüksége van. Ismeritek. Ő legkisebb fiam. Legkisebb a négy közül. Bátyja van, s az ősi szokás nem engedni, hogy öcséd bátyja előtt illessen meg a trón. Tudjátok, hogy Izsák jó fiam, sokáig volt nálam a katonák szeretik. Gonosz apa lennék, ha egyetlen rossz szót szólnék róla. De Izsákra nem hagyhatom a birodalmat. Kedveseim, tudjátok, hogy négy kapuja van az országnak, mindegyik valamelyik égtáj felé. Annak, aki a Szent Palotában ül, egyformán kell nyugat s kelet felé tekintenie. Ne haragudjatok. Kedveseim, hamar fáradok, s most sokat beszélek. Már nagyon-nagyon régen nem beszéltem ennyit. Érzem, nem sokára pihennem kell. Miért mondjam el nektek, miért választottam Mánuelt? Ti úgy is tudjátok, ott élt közöttetek, láthattátok, ismertétek. Mánuel nem tudja még, hogy őt választottam. Kértem, maradjon kint, míg beszélek, ha kell, hivatni fogom. Menj ki, Axu, kérd meg uradat Mánuelt, Isten kegyelméből Róma császárát, jöjjön közénk! A nagy domestikos felállt. Félelmes alak volt, éles, erős arcélével, kiugró solyomórával most előrehajolt, ő a pusztai ember, az egykori játszópajtás. Letérdelt a karosszék elé, testvér könnyed meghit mozdulatával hátrahajtotta kicsit a bíbor kesztyűt, megcsókolta Kaló Johannes fonnyat, eres, láztó rángatott kezét. Senki sem mozdult, nem mozdulhatott. A hieratikus képnek nem szabad elmozdulnia, míg a legfőbb, a pantokrátor földi mása maga a császár erre nem adja meg az engedét. Akszuk végigjártatta rajtuk szemét. Lehettek harmincan, akik itt voltak, maga a birodalom a jók és gonoszak, gondolta, s most ő volt Axuh a legtöbb bíró, a kérlelhetetlen, aki egyetlen tiltakozó szóra vagy mozdulatra gondolkozás nélkül használta volna fegyverét. Alászkodott ura előtt, mert az a halál előtt állt, s mert most ura volt, kezet csókolt neki, e késcsók volt első és utolsó életükben. Mindenki tudta, hogy a nagy domestikus sohasem alászkodik. Te, mond a császárnak, ül akkor is, amikor a többiek állnak, egy asztalnál eszik vele kóstolja ételét. És most ő is térdelt, néma volt, mozdulatai lassúak lettek, mintha ő is szertartást vezetne az előírt ritus szerint. Kiment. Néhány pillanat múlva újra bent volt, átkarolta Mánuelt. Mindketten megálltak a szőnyeg ajtó magasságában. Itt leereszkedett a nagyúr karja, meghajlott Mánuel előtt. Uram, köszönj atyádnak! Ő úgy kívánja, hogy te vedd át a koronáját, míg él, oszd meg vele a birodalom terhét, hogy legyen kire hagynia, ha megtér a boldogultak közé. A birodalom nevében én császáromnak ismerlek el, Mánuel. Szertartás volt a pusztában. Andronikos követte. A csodálatos herceg oly ragyogón, fiatalon aranyjal átszőt lila köntöse pompájában, könnyen térdre hajlott az unokatestvér előtt, két karja átölelte, s a hang lágy volt, meghatódott, virtuóz hangja, aki csodálatosan tud játszani különös hangszerén. Az úr kegyelme áradjon rád, Mánuel, fogadj szerény szolgádnak, aki teljesíti parancsaidat. Az isteni rend így írja elő, így jegyzik le a szertartás megörökítő eunokok, ez kerül bele majd a krónikákba. Így mondják el a panegíriszek, ám a valóság arca más. Hajladoznak, mint kései búzakalászok, egymáshoz veti őket a szél, halk suttogás eredel, szemek játéka, néhány kéz mozdul egyet, a térd megereszkedik, az arcon átszaladnak, végig rohannak a gondolatok. Mi lesz most Mire várunk? Szertartás, melynek minnyája részesei elemeit mindannyian ismerik. A meghajlást, térdelést, kézcsókot, szemlesütő alázatot, a világon uralkodó földi helytartója előtti jelképes leborulást. Isten vikáriusa a Földön már nem testvérs, nem rokon, mindenki felett áll, ő az alfas, az omega e földi rendtartásban, mely észrevétlenül simul be az égisféra közé. Manuel állt, érezte aksuk kezének melegét, amint megszorította, érezte apja kezének forróságát, mert megérintette ajkával, ösztöne ott lobogott, kiszabadulva a megbomlott tudatalól. Érezte a fagyosságot, a formák alatti jeges indulatot, a tartózkodó akklamációkat, a mozdulatok ellenséges ritmusát. Érezte, hogy fiatal világ veszi körül, mely talán nem is ellenséges, de tartózkodós idegen. Ő apjas nagyapja után császár, de mi volt azelőtt? Emlékeznek-e, emlékezhetnek-e a legöregebbek arra, amikor Zoé válogatta szeretőit és császártársait? Van-e itt valaki, aki még a Makedón ház alatt született? Emlékezik-e arra, hogy hívek vagy pártütők voltak a komnenoszok, tábornokok és katonák a birodalom rendelése szerint? Az ő dinasztiájuk még nem oly ősi, mint a makedónoké volt, bazil aki hosszú sorban uralkodtak. Még friss a hajtás, s velük együtt hajtottak a dukaszok és az angeloszok is. Mind itt állnak, a jövőbeli lázadók, az ellencsászárok hívei, a pártütők s a zsoldos vezérek, idegen fejedelmek, akiket elkap a kaland, szédítő vágtás, ösztöne, rablósors, becsapni a birodalomra, prédára lesve sarcolni az impérium városait. Most megnyuhászkodva, lesütött szemmel lesnek, mert a haldokló még császár, akinek kezében ott vannak a légiók. De holnap? Kifelel a légiókért, kifelel axuért, mivé változhatik az ölelés, a csók, a térthajlás. Ki hisz a fellengős bókoknak, e mértékbeszedett dörzsölködésnek, a szavak s dicséretének? Ki hisz a püspöknek, aki eljött hozzájuk, hogy kikönyörögi a pátriárka koronáját? Ki hisz benne, hogy most elfojtotta magában a vágyat, csak a birodalom javát akarja, és nem csak arra gondol, hogy Mánuelt ő tehetné császárrá a hágia szopja kuplája alatt, ha a haldokló kimondja a szót. Kifelel a holnapért. A sátor takarója meglebben. Bejönnek az asszonyok. Szeme szempárral találkozik. Tengerszín, különös szemek. Kislányé, mint valami távoli madár szeme, nem tudja, hol lát. A álmában -e, vagy magányos vadász kalandozásai során. Örvénylik a különös tekintet, nedves a könyvtől, s ragyog a mosolygástól, gyermek s bimbó még, cserepes az ajka, néz. Kis Teodóra, gondolhatsz-e másra, mint atyádra, aki épp úgy lehetett volna császár, ha nem rabolja el a halál? s te lettél volna akkor az első bíborban született. Hozzád jöttek volna hízelkedő késcsókra, s nem te mentél volna Mánuelhez. Gyász fonja körül, mély színe van, ez a gyász. Kezét nyújtja egy pillanatra, Mánuel látja, talán ő az egyetlen mégis, aki neki szánta a koronát. Anyja jut eszébe. Fájdalmas boldogság lett volna, ha ott állhat mellette, mint egykoron Dalasszéna Anna Alexios megett. Császárs király ivadéka vagy, mondta volna. Imádkoznék a csodálatos magyar nagyapához, akit szentként tisztelnek a pannonia béliek. A gondolat szélsebes csíkot szánt az eunokok arcán, megrebbennek tőle az álmodozók. Apja előtt térdel. A szertartás hosszú, a fájdalom nagymester, Johannes lehújnya szemét, egybeharapja ajkát, küzd az aléltsággal, bágyik arra, hogy kiűzzön mindenkit, reszkessen sírjon, felvegye újból a végső szentségeket. Erőt vesz magán, szeme végig szalad a sokaságon, ő az erősebb, nincs fájdalma a tévejgő, nyers, szőrszálhasogató Johannes, a katonapajtás, a rossz teológus, testpérének űzője, anyjának kölönce, János, a csúfember, a megtaszított gyermek, udvari népek gúnylabdája, aki ott törpéskedett nagy Alexios árnyékában, akinek Anna nem bocsátotta meg soha, hogy a halódó császár ujjáról lecsavarta a gyűrűt, így vágtatott az elszálló lélekkel, mit sem törődve, testőrök és katonák élén a Szent Bölcsesség templomába, hogy ott fejére tétesse a koronát. Ma már kiemlékszik mindenre. Kalo Johanneszt megszépíti az ünnepélyes ritmussal közelgő halál. Kisimulnak vonásai, sápat átszellemült lett, eltűnt a sötét katona katonaszíne, a marcon a hang, a széles parancsoló gesztusok bölcs a császár. A birodalom ott remeg ölében, magához vonja, mert ő Manomachosz, aki egybehívja a gyászolókat, meghallgatja szavukat. Lelkében úgy érzi, közeledik Isten országának pitvrához, a palást égi fényeket ver vissza, belső tűztől lángol szeme. Kalo Johannes érzi, hogy a boldog halált kapta kegyelemként válogathat szavak, formák, mozdulatok közt. Váltogathatja a gyontatóját, az aranyedényt, melyben behozzák a végső kenetolaját, még ráteheti lázas jobbját Manuel fejére, akit ő választott, és ha mind elmennek, még lesz ideje talán három napig is, hogy tolba mondja végakaratát. A császár szent és csendes. Nem kiáltozik, mint korábbi éveiben, űzve a resteket, mert katonai tábort szeretett látni az írószobákban is. Ma mindez másként van. Fiára néz, szép a tekintete, császár arc, bonásait így fogja őrizni a hűvös anyag, amely holtetemére maszként ráborul. A katonák lezárták a tábor kiáratát. Senki lélek nem hagyhatja el a sátorvárost, senki nem mehet vissza Bizáncba, míg Mánuel erre engedét nem ad. Üzennek az Antiochia belieknek, hogy várjanak a követséggel, ha eddig ők halogatták, most a császár unja őket, majd szól, mikor elhozhatják eléje hódolatokat. És üzennek a puszta szultányainak és sejkjeinek. A császár nem fogad követséget, Istennel beszél, nem érdeklik az ember szava. A császárt nem érdekelte az emberek szava. Párnáktól dagadó széken ült, így kevésbé csigázta el a láz, melle szabadabban emelkedett s esett. Este behívatta Mánuelt. Köcsök tej volt előtte, mikor bejött az ifjú császár, intett a papnak, aki együtt ült vele, az írást olvasta, atyák homiliáit intett neki, hogy távozzék ivott a kecsketejből, könnyebb lett lélegzete. Mánuel fölébe hajolt, megfogta kezét, egybedörzsölte a magáéval, érezte vérének lankadó erejét. A kemény, egyszerű ember most halk lett, érzelmes, mintha most eszmélne csak a világra, melynek szépségeit hosszú-hosszú esztendők óta nem ismerte. Mánuel töltött a főzetekből, ismerte erejüket. A halál, mint jó öregember, sántikált nyomukban. Langyos, kellemes napok voltak. Nem szakadt reájuk a hirtelen nyár. A szenvedés, mintha megenyhült volna. A beteg nem érezte testét. Mindent elborított az álmos, csendes ólomsúly. Mint nagyon ag ember, úgy beszélt Johannes. A szó lassan jött ki belőle. Negyed órák teltek el, míg egybekötötte egyiket a másikkal. A hang megszólalt. Igérd meg, fiam, hogy csak akkor konzumálsz Bertával, ha Konrád elküldi a jegyajándékot, s a négyszáz páncélos vitést, akiket megígért, és elhozzák szavát, hogy nem néz soha kelet felé. Berta várja apám, hogy hazajöjjek. Úgy hagytam ott, szavadra hallgatva, amikor ide hívtál, hogy a táborban veled legyek. Üzeneteket küldtem hozzá, és ajándékokat küldtem neki. Mit mondhatok neki, apám? Mire várok? A Bazileus negyedik fia voltál, mikor elment Kontráthoz az archidai püspök, hogy megkérje Bertát számodra. Akkor kaptad a Sebastokrátor címet. Úgy gondoltam, kormányozni fogod a kiliklai témát. Később majd talán nagyobb tartományt a Dunavidékein. Akkor, amikor kértem Berta kezét, így gondoltam. Kívánod, apám, hogy visszaküldjem Bertát? Nem mondtam, csak várj. Ígérd meg nekem, Mánuel, hogy vársz. Nem tudjuk, mi lesz Sicíliában, mi lesz a latin hercegekkel, mi lesz Pannoniában, és mire kellenek itt a hadaink. Ha elveszed Bertát, Konrád már nem törődik veled. Így még mennek és jönnek a követek. Másként beszél a németek király, ha meghallja, hogy te, a negyedik fiú, te kerültél Augustus trónjára. Babonás és barbár. A sasok ott lengenek a szeme előtt. Mit mondhatok Bertának? Ül a propontiszon, a villakertjében asszonyaival. Bár, s ha egy napon megunja urai, azt mondják nekem, uram, Miért nem váltott be szabad? A kancellária tiéd, Manuel. Azt hiszed, ilyen sors még nem várt hercegnőkre. Miért vannak vallásunk és egyházunk szent parancsolatai? Lehet-e valaki Bazilissa, aki nem ismeri a törvényeinket? Koronázhat valakit a pátriárka, aki nem tudja nyelvünket? Vizsgáztatni akarod a császárnét? Ott ülnének mind, Anna is eljönne, összegémberedve és fázósan. Örökösen fázik, s azt hiszi, hogy gonoszok világában él. Még ő is eljönne, s ott lenne Iréné és a te tudósaid, Prodromos, akinek számára annyiszor kértett kegyelmemet. Mind ott lennének, fiam. Ennek nem tehetett ki Bertát, hiszen neveteket a lélekkendőjében összefogták már a papok. De várj! halogasd egy nap egyik gondolat jó, másnap a másik. Ki tudja, merre fordulnak az idők. Apám, nézd, itt vagyok asszony nélkül. Megelégeltem a rabnőket. Gyermekkel, fiú, mert nincs új férfi hajtás a komnenoszok között. Lányok, csupa lányok, asszonyok. Olyan ez a család, mintha egyetlen günej kejjóny lenne, amelyben egymással cívodnak az asszonyok. Nem beheted el még most Bertát. Várj. Bazille lettél. Kérd meg az árát. Nem magadnak éred. Az impérium tusakodik, neked alkudoznod kell. Lovagok vannak körülötte. Ismered, apám, őket, adott szavukkal büszkélkedhetnek, minden pillanatban készek, hogy kardot vonjanak. Ha megsértenek, ha híremet keltik, elszáll a hír nyugatra, hogy Mánuel adott szavát nem váltja be Berta ágya szobájában. Mit mondok akkor? Császár vagy, s nem lovag. Heves vagy, anyád vére van benned. A pusztaiak, igen, tudom, Mondott, hogy szentek és királyok vannak közöttük. Családjuk régibb, és idegen messzeségekből ered, talán királyibb, mint a miénk. Nagyatyádra gondol sokszor, Lászlóra. De ők mégiscsak pusztaiak. Nem bárosok laknak. Más a birodalom, más a puszta, melyben ősöd István kezével csillapította a forgószelet. Anyád vére van benned. Ezért jársz a nyugatiak kedvében. Ezért sóvárok szüzenet után, amit Gallia vagy Britannia királyi küldenek. Így van? Így van, apám. De ma már te vagy a birodalom. Ők mind elmúlnak, csak mi maradunk meg. Minket nem seperhet el a vihar. Itt vagyunk a Dunánál, az Eufratesnél, a Bosprusznál. Berta csak hullámverés. Mit törődik a part azzal, hogy egyszer erősebben vagy gyengén nyaldosság szegélyét a hullámok? Berta Vár, egy asszony, aki úgy tudja, hogy férje vagyok. Császár vagy. Az indulatod nem a magadé, magod sem a tiéd többé. Érted? Más vagy, több vagy náluk. Nincs erkölcs, mely ugyanolyan lenne számodra, mint mindenki más számára te ölhetsz, rabolhatsz, mert ez a birodalom érdeke. Kardére hányhatsz falvakat, leégetheted az eretnekek városát, prédául dobhatod asszonyaikat a katonáknak. Elküldheted lányodat az eretnekekhez, idegen herceghez. Együtt ehetsz, együtt ihatsz a pogányjal, meghallgathatod a szavát. Mert te vagy a császár. És nincs az orcádon mágszem gyalázat sem, mert fényes a te arcod. Császár vagy. Berta felveszi a fájtlat. Így mondják. Letéped róla, ha így szól a rendelés. Ha majd megjön korrát szava, s testvérek lesztek. Ám nem hívhatod őt is úgy, mint magad a császárnak, miként a régi cézárok császártársukat. Csak akkor, ha érte nagy árat fizet. Az árat, amit meg kell adni a Bertáért és a birodalomért. Olyan nehéz ez, apám. Olyan gyorsan jött mindez. Repülni szeretnék, előre rohanni, vágtatni a katonákkal. Hagyd ezt Andronikosra. Miért rá? Vigyázz, Mánuel. Láttam arcodat, amikor ránéztél. Őriszkedj tőle, fiam, mert ő az egyetlen, aki. Miért nem mondott tovább? Fáradt vagyok, sokat beszéltem. Miért beszéljek Andronikoszról, aki öcsém gyermeke? Azt hiszed, kinyújtja a bíbor után kezét? Ragyogott szemed, amikor ránéztél. Ne szerest, vigyázz rá! Meghajlik előtted, de lázadás szít. Minden komnenoszt megvakítana. Híreid voltak? A szem jobb hírhozó néha, mint a besúgók, a hírnökök, akik paripákat hajszolnak halára, hogy idejében kezembe adják a lebelüket. Barát volt. Mióta császár vagyok, úgy ismerjem csak, mint az ellenségemet. Andronikos nem testvéred. Vér szerint bátyád, izsák sem testvéred mától fogva. Én mondom, apátok mert most nem gondolok Izsákra, és nem gondolok Mánuere, és nem gyászolom halott fiaimat, akikkel az úr engedelmével rövidesen találkozni fogok. Én most veled a Bazileusszel beszélek, mert most még tudok beszélni, és tiszták a gondolataim. Ha mindez ködös lesz, fiam, ha már zavaros lesz a nyelvem, félrebeszélek, amikor már csak a haldokló apád leszek, akkor engedd el a függönyt az ágyam előtt, maradj magad itt, ne lásson senki, ne lesse meg senki gyengeségeimet. Te ápolj és szolgálj a végső szolgálatban. Akkor csak apád leszek, aki elmegy a természet rendelése szerint. Mindez úgy fáj, Tehetetlenek vagyunk mindnyájan, de ígértek orvos Bizáncból a kordovai kalifa gyógyítóját, ha az megjő, ő tud szert, amelyel kikergeti ereidből a fekete vért. Bíz ebben is, apám. Hagyj, fiam, sok halált láttam. Nem vitték el előlem a sebesülteket, ott vonaglottak, láttam, amint üszkösödött testük. Ismerem arcukat, amire rászál napokkal előbb már a halál. Most ne kurtítsd az időt. Andronikoszról beszéltünk. Adj neki pénzt, akkor szolgálni fog. Nem hűségesen, s nem hitével, de szolgál. Adj aranyakat, s legyenek asszonyok körülötte, legyen mindig szolga körülötte, aki vigyázza a lépéseit. Így éltem én is. Öcsédre, Izsákra gondolsz, apám? Ő a te bátyád, a fiatal izsák nem lesz soha ellenséged. Légy jó testvér hozzá, és édes is meg a keserűséget szájában. Bízd rá a katonákra, és bízd rá a papokat. A kolostorok felett ő legyen az úr. Légy jó hozzá, s asszonyához is. De a másik izsák, az én öcsém, még veszedelmes. Én féken tartottam, Vigyáztam rá, ha megmozdult, bezárodott előtte Blachérnész palota kapuja. Én tőlem félt. Gyűlölt, de lassan, fiam, mert még a gyűlölet is elfakul. Megszokta, hogy én vagyok a császár. De most egyszerre újból éled majd benne minden. Ne fárazd magad, apám. Ilyenkor önt el a láz, jól esik beszélni, mert úgy érzem, mint a hajóban ülnék, és szelek repítenének, és mindegy, hogy csendben fekszem -e, vagy szaladnak a szavak. Meddig beszélhetek? Holnap talán már a bénulás felhúzódik. Így mondom, ügyelj arra, Manuel, hogy az öregebbik izsák, spia, Andronikos ne akadjanak egymásra. Kettővel megküzdeni nehezebb. Izsáknak sok aranya van gyűjtögette. Örökölte is atyánktól, s anyánktól fukarkodik vele. Ügyelj rá, Mánuel. Nem tudnám megöletni. Ne gyilkolj! A krónikások hamisak, fiam. Én is olvastam, amit írtak előttünk való szent császárainkról. Életükbe hízelegnek nekik. Telve vannak dicsőségükkel a panegriszek. Miért lahajtják álomra fejüket, előbújnak az írnokok a patkányukakból, Újjukkal a lélek sebeit tapogatják. Írják, zsarnok volt, gonosz, istentelen, ölt, sanyargatott, parázna volt. Így írják, s azok, akik későbben lesznek, ágyékunkból erednek, szégyelik és letakarják fekete fátyollal neved. Mert mindent megírnak, semmi sem maradhat titokban, amit teszel, te vagy a császár, rajtad függ a nappal és éjszaka a birodalom szeme. Nem mehetsz titkos utakra, nem kalandozhatsz ivópajtásokkal, nem szeretheted el a kapitányod asszonyát. Ott leselkednek. Olvastad Pszellosz krónikáját? Ott élt a kancelláriában. Zoé tette domestikossá, házat épített a császárni jóvoltából. Olvastad Pszelloszt? Csup a gyalázat, amit írt titokban úrnőjéről. Ma úgy emlékszik Zoéra, ahogy megírta a hűtlen kancellár. Patkányok. Ott leselkedne körülötted, nem tudhatod vajon nem szolgád-e az, aki hazaosonván viaszba kaparja tettedet. Megörökíti szabadat, amit akkor mondtál, amikor itt áll a boros tömlőből. Asszony után nyújtottad ki a kezed. Ne fárazd magad, apám. Te is elkerülted a veszélyeket, én is elkerülöm. Harmadik Komnenosz leszek. Ez más birodalom, mint az volt, amit én vettem át. Szebb, nagyobb, de veszedelmesebb. Mind a négy sarkán állnak fáklyákkal a gonoszok. Minden pillanatban meggyulladhat. Soha nem tudhatod, Mánuel, hol gyullad ki. De csak vértjeid próbálod. Összeméred lányzsádat a zsoldosokkal, lovagolod a töretlen lovakat. Ez alatt az ország egyik sarkától a másikig kígyózik végig a veszély. Nem tudok nyugton megülni a táborokban. Légy gyáva, nem erészkedj előre, küld előre kapitányaidat, legyen mindig sík föld mögötted, amire elvágtatsz, ha baj. Légy gyáva, Mánuel, s a birodalmat szolgálod. Andronikos mellettem lovagol. Hagyd magára! Zsákmánys asszonyt keres, helyet kér a katonák énekében. De te császár vagy, a zsákmány a tied, tieid a rabok, a győzelem tiéd. Hagyd rohanni Andronikoszt, menjen előre, te légy gyáva, hajolj csak a tekercsek fölé. Hagy rájuk! De most menj el te is, fárasztasz. Kívánsz még valamit, apám? Ha fiad lesz, hívják úgy, mint apámat. Engem is megtisztelsz vele. Megtisztelsz, ha testem nem ásatod el itt az antihóiai homokban. Elviszed, hogy ott legyek, ahol a többiek. Éjszaka bejössz még hozzám, Mánuel, kitöltöd az orvosságot. Talán aludni is tudok, és az Isten is úgy akarja, még holnap élek. Most hív be hozzám a papokat. A halál egyszerű. A katonák ismerik, várják is, árnyékokból olvasnak pontosabban, mint az orvosok. A gyász csendes, ősi formula. Valaha a sereg legjobbjai követték a vezért, önként merítették mellükbe a kardot, vagy elfalaszták magukat a sziklaboltozatban. Ma egyenként vonulnak el a sátor előtt, ahol fekszik a császár, katonaköpenyével letakarva, csak sarujának bíborra hivalkodik azzal, hogy helytartó volt, amíg élt. Így vonulnak el csendben, leveszik sisakjukat a sátor előtt. Ez a gyász egyetlen mozdulat, melyet megszoktak, ez jelenti a tiszteletet. Kevés papban itt ahhoz, hogy kórust formáljanak. Minden órában egyetlen panaszos gyászének töri meg a csendet. Kiáltó szó körös körül a puszta, Éjszaka sakálok felelnek rá. Óráról órára ez az egyetlen panaszos szó, mely messze hallatszik. Ilyenkor a tábortüzeknél nyugtalanul forgulódnak a katonák. Mi lesz holnap? A kéz, mely tartotta őket, egy hete elzsibbadt, de élt még, itt volt, hallották a vezérszavát és most a sátor gyász színeibe öltözik. A méltóságok készülnek az előírt szertartásokra. Éjszaka éget az olajlámpa, vartak a szabók, kikészítették a köntösöket. De a katonák mindezzel már nem törődnek. Pénzre gondolnak, s a vonulásra, előre-e, vagy hátra. Merre viszi őket az új császára, akinek ma hajnalban hűséget esküsznek még kora pirkadás van, alig-alig szürkül Antiohia felől. De már talpon vannak, ott melegszenek a tábortüzeknél, akinek van vize, mosdik. Ma sok minden eldől. Pénzre gondolnak, tíz-tizenöt ezüst dénárra a közkatonák, a tisztek aranyról álmodoznak. Ez még régtől az ősi légió ideje óta van így, amikor még ők választottak, az új császárnak előre kellett fizetnie. Néha ezekért a dénárokért haltak meg a gyenge császárok. Új kellett, új császár és új dénár. Kalo Johannes közülük való volt, egy velük itt élt, szerették a maguk akadékos zúgolódó szeretetével. Most elment, néznek utána a levegőbe. Megszokták már a gondolatot, hete a táborban. Kisiratna meg egy férfit beszélnek róla keveset félszavakkal. Csak annyit. Emlékszel, amikor Kersonesosznál átmentünk a folyón? Inkább arra, amikor Taurus tövében ostrobolnunk kellett a várat, és ő is ott volt az első létrások között. Így beszélnek maguk közt, és ez a halotti beszéd. Kisiratna meg egy férfit jó szántából, nem azért, mert ez a mestersége. Azok, akik ezt tanulják, gájdolnak a sátorban. Hangjukat előre keveri a keleti szél. Mintha cérnát feszítenének a torkuk fölé, úgy remeg, nem asszony, nem gyermek hangja, nem is férfié. A heréltek összeállnak, nem hivatásos énekesek, de legtöbbje énekel, most egybeszedelőzködnek, ahányan vannak a kancelláriából, tanulják a frissen szerzett búcsú éneket. A tűznél hallgatják őket, mintha idegen állatokat mutatnának, idegen fajták embereit és asszonyait, akik ott élnek előttük, vadon nőnek, lekaszálnák őket, ha eljött az idejük. Valaki Mánuelról beszél. A katona fiatal, lelkes. Látta rohanni egyszer, őszön. Ő is ott járt utána. A fiú szeme ragyog, arca kipirul, látni a hajnali szürkülésben. Kezével mutatja, hogy mentek, lobogott Mánuel haja, régi katona szavakkal buzdította őket, idegen fegyvert használt, hatalmas harci bárdot, ezzel ütötte le az első pogányt. – Milyen volt a fegyver? – kérdi egy öregebb. – Most erről beszélnek, komoly megállapodott emberek. – Jobb-e ilyen bárd támadásnál, mint a könnyű láncsa? S ha jobb, miért csak a szkíta csapatok kapják? Miért nem fegyverzik fel ebbel is a lovas témákat? – a disputa heves lesz. Már mindannyian csak a fegyverről beszélnek, karjukat tapogatják, mutatnak fegyvert, sebeket. Az emlékek felfakadnak, már senki sem beszél sem a halott, sem az élő császárról. Őrólduk senki sem beszél. Az apa este szenvedett ki, amikor behozták a lámpákat. Mánuel maga zárta le a szemét, ő tartotta az ezüst tükröt, a mozdulatlan ajak elé, figyelte az élet utolsó ellinnaló jelét. A sátorpalota az ágynál összeszűkült, függöny osztotta szét, az ágyas házban egy orvos volt csak, s a fiú Manuel. Ám kint a függöny mögött, a széles fogadótérben már ott vártak délóta a familiárisok. Amikor beállt az agónia, a császár elgyötört tagjain átszaladt a halál remegése, a katonapap jelt adott. A püspök hangja szólalt meg tisztán s világosan. Most ő vezette a halotti kórust, a csendes, suttogó kórust, mely az imádság puha szőnyegén kíséri a lelket, amint búcsúszkodik. Mánuel felállt. A láb merev volt, órák óta itt térdelt, csak olyankor állt fel, ha megsimogatta az eszméletlen arcot, elrendezte köntösét, vizet csepegtetett a szájába, leste az élet kilobbanó jeleit. Most, hogy beállt a halál, és Tanatos árnyéka végig szállt, megnyugodott. Erre vártak, a csendes, békés elmúlásra, mely ember sorsa senki sem kerülheti el. Felállt. A függöny mögött Axuált. A legjobb barát. Néhányszor kezében tartotta a sorsot, mely jobbra-balra ingadozott. Őt beengedte. Egy pillanatig egymásra néztek. A nagy domestikus kereste Manuel szemét, egy villanásnyira levonta ragyogó kékespényi tekintetét, fejét alig észrevehetően megbólintotta. Mindketten tudták, hogy a halál közelségében most Kalo Johannes akaratánál fogva testvérek, majdnem rokonok. Készülsz, Aksu. Hova küldesz, uram? Egy óra múlva indulsz. Kis csapattal menj, ha lehet. Ne ismerjen fel senki, míg el nem érsz a városba. Senki sem tudja, mi történt. Te légy az első, aki elviszed a hírt. Egy óra elég, hogy megkapd a pergameneket és a viasztáblát, a gyűrűt, mely mindent meghitelez. Itt a gyűrű, látod, ez volt az, amit atyám levont Alessios újjáról. Nekem ő maga adta át, minnyája láttátok. Itt viszitek a katonák szavát. Az írásra mindenki ráírta a nevét, aki itt volt, amikor beszélt atyám. Te tudod jobban, Axu, mit kell tenned és mondanod. Ha beérek a városba, te vagy az első. Madarak nem visznek híreket. Senki sem tudja, hogy a császár halott te megjössz, nevemben mégy, szavamat viszed. Amit te csinálsz, akszuk, én csinálom. A te szavad az enyém. Nem akarom, hogy én itt legyek a táborban, s mögöttem felkorbácsolják bizáncot. Ne tudjam, mit határoz felüllem a szent palota. Visszafordulsz te is, uram? Nincs elég eleség. Gyengék a katonák. Apám itt állt Antiochia előtt, várta Raimund követeit. Közben csodát várt, hogy asszonyokká válnak bent a keresztesek, siránkoznak gyerekek módjára a latin katonák. Ezt várta, mert mi nem tudjuk megvívni most a várat. A tél megtizedelte el az erőnket, a katonák elégedetlenek. Apám meghalt, én felbontom a hadjáratot. Első a birodalom, utána jön csak, amikor én akarom. Akkor jön csak Antiochia. Vissza még? Vissza. Nem tudom, mi lesz. Benned bízom, testvérem, de te sem tarthatod sokáig bizáncot, ha lázunk, s te sem tudod, nem ígére több aranyat valaki a testőröknek. Senki sem ismerheti a normanok szándékait. A hadsereg erős ahhoz, hogy biztosítsa visszafelé az utat. Magunkkal vonjuk a szétszor csapatokat. Nem fog bennünket üldözni senki sem. Így lesz, uram ez a nehezebbik út. Nem kezdheted azzal a császárságot, hogy megrohantasd Antiochiát, neki korbácsold a falaknak a katonákat, ezrével pusztuljanak, és akkor sem tudod, vajon a várost bebeheted-e. nem lenne itt a csapatoknál nagyobb szükséged rám? Nem segíthetnék itt neked? Nem, Axu. Én Bizánctól jobban félek. Ott gyengébb vagyok. Izsák, Atyám öcses, Izsák a bátyám, mindketten otthon vannak. Felkapja őket a szél. Azt akarod, uram, hogy ő elhallgassanak? Nem, de ügyelned kell rájuk. A birodalomnak nem szabad szétszakadnia. Ha időben érkezem, egyetlen cseppnyi vérnek sem kell szétfolynia. Így gondoltad? Így, Akszó. Most vont szét a függönyt, menj szállásodra, fél óra múlva én is ott leszek, aláírom a parancsokat. Most vont szét a függönyt, jöjjenek be a gyászolók. Valahol szalad a ló az éjszakában, a dobogás a lovas fülébe zajlik. Aksu rohan, a legjobb lovakat vitték tartaléknak, a legjobb lovasokkal, Pár százan csak, hogy ne lássék sereg vonulásának, egyetlen bizánci sem tudna ittán tán lovagolni élemedett korban előrehajolva, ahogy kitanult a kisgyermekkorában a pusztán, mintha ércém merevednék mindenik izom. Megy axu, még feltűnik búcsúzó kézlendítése a fákják tüzében. Senki sem tudja, merre megy, míg ki nem ér az erődítések örhelyek közéből, akkor rohan csak Bizánc felé. Mánuel visszamegy a ravatalhoz, s gyászol. Az éjszaka hosszú, nincs mit csinálnia. A szél fúj, meglibegteti a ponyvák szabad széleit ott, ahol nem fogja le őket a sárgás, agyagos földhöz tapadó faszeg. Reggelig nincs más dolga, csak a gyász. Éjszaka övé a holtest, csak reggel veszi birtokába az impérium. Merev, aranyozott karszéket talál a halottas ágy mellett, két karfáján bíbor párnával. Apja széke volt, ha itt a táborban fogadta a követeket. Most behozták ide, elkészítették az új császárnak. Megsimogatja a karfát, apja keze nyughatott rajta, kisé kopott karmazsin törése elárulja, hogyan nehezedett rá a kar. Csupa emlék. Végig szaladt szeme az olajlámpák világánál, nyugtalan madár. Minden jelkép elmúlt, s következő korszak határmesdjéjén imbolyog. Vajon valóban Aurea Aitas volt a Róma történetében Alexiosnak és Kalau Johannesnak korszaka, ahogy mondják a panegiriszek? Vajon mi jön most? Folytatódik-e az aranykorszak? Hanyatlik-e, vagy megszakad? Prodrómoz gúnyos arcát látja, a költőről beszél, aki valahol magasan él a császárok felett. Mi lesz Prodromos első szava, amikor meghallja, hogy Mánuel a tanítvány a birodalom császára lett? Vajon mit mond majd? Ez a néhány szó, a költő szava talán meghatároz egy egész korszakot. Tovább adják a palotában, ismétlik az eunokok, Anna meghallja, s Iréni meghallja, az öreg hercegnök, akik meghallják az éjben elsóhajtott szavakat. Miért nem szól Axoknak, hogy ügyeljen Prodromoszra? Adjon neki, etesse aranyja, lakassa jól, egyszer lakassa jól, hogy ne emésze házsártos felesége, aki mint Xanti naphosszat üldözi. Adasson neki bort a császári pincéből, amit apja mindig megtagadott. Johannes nem kedvelte, csak törte a költőket. Ingyenélőknek tartotta őket, s rosszabbaknak a krónikaíróknál, akiknek versezetében mégis mindenkor van legalább mágszemnyi valóság is. Lakjon jól egyszer Prodromos is, ha ír akszuknak, és nem felejti el megemlíteni az akprájcoktorát. A ravatalnál beleül a karosszékbe. Szokatlan mély az ülése, oldalt polcocska van írószer számára. Párnája puha, ha hátra támaszkodik benne, úgy érzi, elnyomja az álom, mely már harmadnapja kerülgeti. Most nincs senkivel sem dolga. Az éjszaka reá esik, öt-hat óra viradatig. Csend van, a kürtök ört váltó szava elhallgatott. Utána nagy fekete némaság van. Az óra, amikor meg kell vizsgálni az őrszemeket. Ül, az álom végig szalad rajta, talán meglendítette karját, a kemény fába akad. Ferriad. A sátor előterében most váltják egymást a gyászolók. Asszonyok, a császári ház tagjai, ők vállalták a virrasztást, nagy kapcsos égkövekkel kirakott táblájú imakönyvei koppannak a térdeplő patkán, kezükbe temetik fejüket. Alusznak vagy olvasnak. Bátják egymást. Teodóra térdel a ravatal elé, mely most még üres reggel helyezik át a császárt a katafalkára halottas ágyáról. Teodóra térdel megismeri mozdulatáról, mert arcát a gyászfátyól eltakarja. Szeme követi a mozdulatot. Keskeny, álomszerűen fehér kéz nyúlik ki a sötét burokból, ketté nyílik, különös virág, az egybekulcsolt ima mozdulat szerte oszlik, a bimbó meghasad, a kejhe könnyen, spuhán átfogja a zománcos imalapot. Egyetlen égköves lap, miniatűr mozaikokkal rakták ki benne az imákat, a szem bolyongva kering útjain, képek és betűk egybeolvadnak, mint régi népek írásán, akik ott laktak a nilus körül. Két kezet lát, amint görcsösen egymásba kulcsolódik, nem emelkedik fehéren csúcsba futóan szeszélyes, kígyózó, játékos még. Nem lát semmi mást belőle, csak egy két különös kezet. Feléje esik az olajlámpa, hogy az olvasó olvashasson. De ő nem olvas, csak keze él, mint virág vagy madár. Szalad egymás felé, megriad, támad, védekezik. Az álom nehéz, és Olmos a szemében csak erre emlékezik, míg látja-e fehér különös ujjak játékát. Aztán mindenkire ráesik az éj. Akszuk rohan keresztül az éjszakán. Néha megállnak. Bazil, az udvari kancellária jegyzője, kéri néha pihenjenek. Nem szokta meg az utakat fáradt, s a ló agyon ráza azt, akinek nem kenyere a vágtatás. A nyugalom órája rövid, újból szerszámozzák a lovakat, indulnak. Látja a lélek szemével bizáncot a messzi síkságon tengerszoros mentén elterülő kis falakat, melyeknek népe már odatapad az anyához, táplálja az írtózatos város, melynek nincs párja a világon sehol. Mérföldekkel Helles Pontus környéke előtt kezdődnek a nagyura kastélyai, lakok, szomszédos birtokosok udvarházai, császári földek, melyeknek termését a Szent Palotába szállítják. Itt élnek az elvéhedett eunokok, civakodva és kövéren sütkérezve az őszi mint élemedett közvegyasszonyok. Itt túrják a földet a szorgalmas kisbérlők, apró kanálisokat vágnak a földbe, a víz végig folydogál rajta, öntöznek, keletről tanult tudománya, ahogy a mórok csinálják a Kvadalgvier bölgyében, len délen, az Andalúziai síkságon, csupa víz minden, megdagadnak az erek, mire pünkös lesz, lassan elapad a nedvesség, felszívják a gyökerek, az életzöldje bokrosan, harsányan üti fel a fejét. Bizánc innen él. Ez tölti gyomrát, tüdejének levegőt ad, bortfejt számára ez serénys dolgos vidék táplál, ide jönnek kastélyaikba nyaranta a nagyurak. Látja maga előtt a várost, amint megfekszi a két világrészt. Néhány óra még hajnalban, ha felér egy dombra, láthatja a kupolákat. A város alszik. Ilyenkor csak az utcán éjszakázok mozdulnak meg, akiket kergetnek a kóbor kutyák s a város prefektusainak emberei. Hajszolják őket, míg befutnak a sikátorokban, átbújnak a bolthajtásokon, egy odú elrejti őket. A poroszlok vonulnak tovább, hogy megtisztítsák az utcákat, amelyre majd végig megy az udvar, amikor a pénteki fürdőbe vonul. Éjszaka olyan bizánc, mint a félelmes tenger. Párák és felhők ülik meg. A kémények okádják a nappali füstöt. ködgomolyik fel, a lapos tetőkön emberek ülnek. Ezer és ezer apró fénypontocskája világít, aki kötőnegyedben kocsma-kocsma hátán. Az örömtanyák küszöbérő sikolycsap csap végig, s utána mindent elnyel az éjszaka. Látja a várost, ahogy élnek a hatalmasok. Fákjákkal kezükben érkeznek a szolgák, hozzák uruk üzenetét. Kitárják a kapukat, gyaloghintókon cipelik a patriciusokat, a szenátorok jönnek kései tanácskozásra, valaki kósza hírt repített fel, már több mint egy hete egyetlen üzenet sem érkezik a seregtől, Varjak hangja szól, valami történt, miért nem jön hír seregtől, miért nem üzen a császár, miért nincs hangjuk azoknak, akik elindultak a nagybőjt kezdetén, hogy húsvétre a táborba legyenek. Így jönnek egymáshoz titkos esti beszélgetésre, lobognak fákjáik, mint azon az éjszakán, amikor Cézár halála után keresték egymást Antonius barátai. A nagy domestikosnak percet sem szabad mulasztania. Ő ma a császár személye. Ő maga az új császár, kezében a gyűrű, a pergamenek szájában a felségszava. De még messze van az urpsztól, s ki tudja, nem előzte már meg őt is a hír, nem várják-e lángyások, testőrök, varángcsapatok, nem bete csapdát számára valahol az öregebb vagy ifjabb zsizsák. Hajnalodik. Bazil, a kancellista kéri, pihenjenek még egy kicsit. Szolgálja most borotvája, nem akar bozontosan tépet köntössel Bizáncba érkezni. Kéri Axuhot, nézem végig magán, hozza rendbe a csapatot. Még egy óra. Lehet, Bazilnak igaza van. A toronyőr úgy látná, hogy vert seregecske roncsa érkeznek, megkondítaná a bajós jelet. Tisztálkodnak a domb mögötti patakban, csendes, tiszta hajnal van. Mi lesz reggel? A május elejei éjszakák egyre rövidebbek. Itt már lakott világ van körülöttük, betérhetnének egy katonai táborba is. De Aksuk kerül minden várost, minden megerősített őrhelyet. Elsőnek kell lenni, aki megviszi a hírt. Hajnalban kell érkeznie, amikor még mindenki alszik, épp hogy kinyitották a kapukat. Tíz-tizenkét óra hosszú idő, ez alatt kell Bizáncot Mánuel nevében birtokban vennie. Indulnak. Valamivel lassabban a lász csillapodik, kiég az indulat. Halkan, s majdnem úgy, mint a barátok beszélnek a nagy domestikos és a császár kancellária embere. Nála vannak az írások, tudja mindennek formáját, ismeri az esküszövegét. Akszukrán héz. Nem félsz? Sohasem lovagoltál így, keresztül az éjszakákon. Sohasem osztottad még meg a katonákkal a fekvő helyedet. Nem félsz? Harmincöt esztendős vagyok, uram. Gyerekkorom óta papírosok között éltem. Még ti harcoltatok. Most veletek vagyok. Kaland, mondjátok, minél veszélyesebb annál szebb nektek. Ha megengeded, nekem is, uram. Norman zsoldosok közé megyünk, Bazil. Egy szó elég ahhoz, hogy egy bárdot hozzád hajítsanak, ha nem találják elég férfiastak a hangodat. Ki oltalmaz? Mi kevesen vagyunk. Kegyes vagy, tréfász velem. Írástudó vagyok, s maga az úr sem kedveli az írástudókat, a farizeusokkal együtt emlegeti. De látod, mi felettünk elszállnak az évek, s egyre szomjasabbak leszünk, s egyre móbbak. Kevés a betű. Olvassuk a sorsot, amit ti formáltok ki. Mi papíruszra másoljuk, hallgatunk. Szeretnénk köztetek lenni, Axu. Nem félsz, Bazil. Tudsz-e majd minden szabályra felelni? Mindenre megtalálod-e a verset? Minden szóra a választ? Úgy, miként minisztráns szerpap, aki állomból felrázva is mondja a dikciót. A szó különös hatalom, uram. Lelke van, esik s emelkedik, miként e szép tájék, melyen keresztül vágtattunk. Hegyek, svölgyek vannak benne, patakok zúgnak át, kopár lesz, majd újból benépesedik. Itt egyszerű fű van, amott virág, a fűben kígyó, a savákon madarak. Érted-e, ura, miképpen gondolom? Szavakról beszélek. Költők mondják ki, s írás tudok. Zok nélkül jöttél velünk, itt éltél két hete a katonák között. A császár küldött velünk. Amikor mellém adott, féltem tőled egy hűt csenevész ember gond a seregben, s ezt a sereget, a legkisebbet, mely mögöttem lovagolt valaha én vezetem. Mit kérsz, Bazil, ha befutunk a császár szavával, s miénk lesz a palota, s a Szent Szófia? Semmit, uram. A vágy lassan kiszáll belőlem. Olyan leszek, mint társaim, az eunokok. Johannes császár keletre vitt magával. Hazatértem, majd újból kimentem a húsvéti hajóval. Mindezt azért, mert így kívánták uraim. Talán nyugatra szeretnék egyszer menni. A Duna tájékára, vagy még távolabbra, merre a német impérium terül el. Talán mindez, amit kívánhatok tőled, uram, nem több ennél, gyerek szavaszol bennem, aki álmok közt él, nem tudja, mikor van az ébredés. Hallgattak. A nagy úr köpenyébe burkolózott nyugtalan sólyomarca előremelett, hallotta a hangokat, a lovak zaját, az éjjel és a hajnal hangjait. Bazíra gondolt, s arra, amit mondott a betűvetőkről. Patakokat s hegyeket látnak, virágokat, füveket, kertet. Ma talán látni fogja a vért is a Szentpalota Palota kertjében, ha fel kell szítani az őrség harci kedvét, hogy támadja meg a norman zsoldosokat. Felállt. Jeladás volt, a tisztek csupa kipróbált legint vit magával egy kalandos félelmetes útra, némán követték mozdulatait. Senki sem parancsolt, mindegyikük tudta, hogy ha megéri az estét, többé soha nem kell elszegődnie távoli provinciákba, nem kell koldulnia a császári pénztárak előtt. Megerett az eső, ködbe burkoltan úztak tovább a sáros utakon. Az emberek behúzódtak házaikba, a lovas csapat zaját elmosta a szél. Így értek el a külső kapuhoz. A kürt megnyitotta a bejáratot. A kapuőrség csak messziről érkezett, fáradt katonákat látott, akik távoli provinciákból hoznak üzenetet. Akszuk ismerte a hajnali várost, amikor az utakat még nem lepi el az ébredő bizánc szemete, még nem ürítik ki az út szére vedreiket a népek, az előző napi hulladékokat felfalták már a ebek. Az emberek lustán nyújtóznak, mackaikon, a kikötőkben elalszik a fény, a kocsmákból kituszkolták már az utolsó részeget is. Kevés járókelő van az utcán. Misére siető pap, öreg ember, aki megszokta a hajnali kelést, néhány szekeres a környékről, már belülről a legszélső övezeten a piacokra visz friss zöldséget, korán kell indulnia, hogy ő legyen az első, aki kiteregetheti áruját. Hajnali emberek közt suhannak el. A lovak a pusztában nevelkedtek, Alig egy kettő ismeri közülük a várost, nincsenek felpatkolva, patájuk halkan kopog a köveken. A templomokat most nyitják, a várakozó öregasszonyuk a küszöbnél téldre vetik magukat, egy házból halottat, hoznak szegény lehetett, mert egyszerű lapos deszkán cipelik a sírások. Közelebb érnek a tengerhez, a lovak felkapják fejüket, érzik a sós párát. Bizánc gondtalan, sokáig alvó ezen a szép tavaszi reggelen. A falak tövében mennek a keskeny reggeli árnyékban. Egy fordulatnál elébük tűnik a palota. Hatalmas labirint, mely kastélyok, templomok, kaszárnyák, magtára, kancelláriák, műhelyek tömegéből alakult. Mindez így együtt a Szent Palota, a világ köldöke, ahogy a barbárok nevezik. Kívülről sötét, roskatagnak látszik, a hajnalban még nem esik rá a fény. Belül már sorban gyújtogatják a mécseseket, a láthatatlan szürke kisemberek, akik itt élnek, válukon hordják az impériumot. Tucat számra húzódnak meg a salétromos, alacsony bolthajtású szobákban, mert rájuk van bízva egy tartomány, vagy sziget, vagy egyetlen kerület csak, melynek érteni kell a dolgait, És ők törődnek vele, pedig a távoli vidéket nem is láthatják soha. Törődnek vele, összeszedik a híreket, s az adót, testvéreiknek üzennek a provinciákba, akik épp oly torkosak a hírre, de épp oly pontosak, mint ők, egy nappal hamarabb útnak kereszik az ezüsttel magrakott összvéreket, a városba küldik az újoncokat, összeszedik a pártütőket és az erednekeket. Már hajnalban gyülekeznek az írnokok munkájukra, kigyulnak a mécsek a szobákban. Ők tudják, ha egy reggel nem bennék kezükbe a lenézett írószer számot, miként nagy beteg része úgy állna meg Bizánc. Bazil keze kinyúlik, mutatja a domboldalról a nagy domestikosnak. Látod, uram, ez a klinikai ügyek osztálya, az a barbárok irodája. Itt vannak azok, akik rendben tartják az antióhiai ügyeket, amúgy a pannonok titkárai. Bazil szeme a második emelet fekete ablakán függ ez az ő szobája. Míg ő távol volt, ezt a szobát nem foglalhatta el senki sem. A mai nap a katonák és a fegyverek dolga. De holnap már jönnek megint a hagyja emberek, száz levélnek kell kiszaladnia, indulnia kell a követeknek, s akik először viszik magukkal Mánuel becsétjét. Holnap már tudni fogja a Szent Palota, kinek a nevében kell ezután küldeni a leveleket. Lovagolnak a falak árnyékában, nézik a szent palotát, melyben éjszaka nyugtalanul járnak a 700 esztendő során meggyilkolt császárok árnyékai. A hatalmas tér csendes. A falakon ma reggel úgy látszik a varángolabárdosok sólája a dőrséget. Ezt már a katonák látják, Aksuhis, aki másként olvassa a város és a palota jeleit, mint a tolforgató. Nincs sehol gyászjel, csend fekszik bizáncra mindez lehetetlen lenne, ha előttük jött volna meg a gyászhír és az új császár trónra lépéséről az üzenet. Johannes és Manuel bölcs volt, lezáratta a tábor kiáratait. Senki sem előzte meg, postagalam sem érkezhetett. Örség áll a bástyákon, egy óra múlva váltják őket. Fáradtak azok hosszú éjszakától, várják a reggeli levesüket. Látták-e őket? Mindez pillanatok kérdése. A nagy domestikusz megelőzi őket, felállítja három kürtösét, egyszerre fújják meg a császár jelét. Pillanatok alatt dől el a birodalom sorsa. A fal tetején, az oromcsipkézetek tövében fekete lesz az ört állók helye, kíváncsi katonák arca mered a messzeségbe, kémlelik a távolt, sereget várnak magát a császárt, aki a kürt harsány jele szerint a fővárosba megérkezett. Akszuhot látják a nagy urat. Arca merev, ráfagyott méltósággal ül lobán, mögötte testőrei, kezük meglendül az üdvözlésre, de a nagy domestikus arcrándítással fogadja csak a köszöntést, int, és most egyszerre felemelkednek a nyergekből az eddig letakart jelvények, a császári sasok. Egyetlen pillanat a kapu előtt, még zárva van, most rohannak a várnagy emberei széttolják a hatalmas tartóláncokat, az érc csölömpöl, a gépezet mennyitja és csukja egy titokzatos erőművet, működésbe jön, szétválik az áthatolhatatlannak látszó ércfal, a varángok felsorakoznak két oldalán, várják a császárt, akinek a kürt szava szerint meg kell érkeznie. Bent vannak a palotában. A várnagy áll a poros fáradt nagy domestikos előtt. A kéz magasra lendül, a gépezet csikorogni kezd, lassú ritmussal egymásba tulódnak újból a vasfalak. A katonák ott állnak a varángok mellett, egy csapat a Norman zsoldosok szállása felé siet. Akszuk szeme követi a gép és az emberek mozgását, majd lassan a várnagy őrparancsnok felé fordítja tekintetét. Kissé felemelkedik nyergéből, elengedi a kantárt. Egyik kezét melléhez szorítja, másikkal keresztet vett. Imádkozzatok! Az ősi rítus megmerevíti őket. Egy mozdulat sincs, csak a katonák szegletes áhítatott mutató keresztvetései. A hang újból megszólal. Isten legyen irgalmas, örökre megpihent János császár lelkének. Ti katonák köszöntsétek nevemben, új császáratokat, Mánuel urat. Nem kiállt, csendesen beszél, majdnem halkan de szava végig hasít a palota térségén, megtölt minden rést, minden nyílást, eléri az ablakokat, melyeknek táblái mögül kikandikálnak a kancellária emberei. Ismerik Aksuhot. A jel, melyet mutat, a császári sas jele, valóban a császár nevében érkezik. A munka megáll, a nagy változások élménye veszi birtokba egy óra alatt az angyaloktól épített szent palotát. A birodalomra tanács vigyáz, s a tanácsülésein bíborban született Izsák a császár idősebbik fia elnököl. Reggel van, ilyenkor a szolgák takarítják a tanácstermet, seprik a sikáják, márványpadlóját, meggyújtják az illatos viaszból készített gyertyákat, kicserélik az olajat a mécsekből. Hosszú nyére erősített puharongyokkal végig szántanak a mozaik képeken, a csillogó felületekről leverik a rárakódott kormot sport. És most egyszerre különös alakok jönnek be, nyers piszkos katonák, nem tisztogatták meg odakint sarujukat, sárt, s talán vérszagot cipelnek be gőzölgő szurtos testük páráival, csupa bőrszak, fegyverszaj, hangos csörömpölés. És akkor látják Aksuk urat, a nagy domestikost, amit lassan odalép a szent ikon elé, meghajlik előtte, így marad egy percre, imádkozik lassú léptekkel megindul a tanácsterem emelvénye felé, megáll a karosszék előtt, mely bíbor párnáival a császári felséget jelképezi. Nem ő rá, de kezét a karfájára teszi. Int. Egy katona kiemel egy közönséges tanácsszéket felhozza a trón emelvényre. Akszuk leül, és a katona a császárisassal odaáll háta mögé. A palota ma túl korán nyugtalanul ébred a kürt felriasztotta az egyik szárnyat, a hír az egész épületet. Ilyenkor csak a szolgák serénykednek, keverik uruk fürdővizét. Borbélyok sietnek munkára, az eunokok virágokat vásárolnak, miként ez szokás azóta, hogy egykor Zoé így rendelte el. Ma korábban s rosszul ébred a palota. A tanács termek előtt idegen fegyveresek. Akszuk katonái, a keleti hadsereg tisztjei. Valami történik, s amit történik, valaminek végét és egy korszak kezdetét jelentheti. Izsák herceg hal kopogtatást hal ajtaján. Szolgája szól hozzá, jelenti, hogy fegyverese útján Aksuch a nagy domestikus kér bebocsáttatást. Hatalmas bíbor szegélyű ágyban fekszik Izsák, háló terme a császári lakosztályok közepén van. Az álom elszáll szeméből, füle megtelik a palotazajával, szeme nyugtalanul kérdez, de szolgája nem néz szemébe, lehajtja a fejét. Felül az ágy szélére, az öltöztető szolgákat szólítja, és már akkor egyszerre megnyílik az ajtó, nyílásban megjelenik egyedül fegyvertelenül a nagy domestikus. Rossz hír? A szó erreppen, mielőtt még a odamehetne oda mehetne hozzás, könnyű térthajlással üdvözölné, mint a birodalom hercegét. Az arc merev, fátyolos, a páncélon gyászszallag húzódik végig, a hang csendes, amint mondja. Rossz hír, nagy uram! Atyát tizenöt nappal ezelőtt örökre megtért övéi közé. Nyilával ő maga sebezte meg magát. A nyíl mérges volt titkát senki sem ismerte. A seb lassan üszkösödött. Egy hétig eszméleténél volt szenvedését, megenyhítette, hogy elrendezte a birodalom ügyét. Izsák ül az ágy szélén. Két kezet lát, egy férfit maga előtt. Gyász hírt nem így szokták hozni, nem így érkezik a Szent Palotába, nem törnek rá bíborban született hercegre, mielőtt engedét nem ad arra, hogy színe elé közelítsenek. Izsák a palotában s a táborban élt. Ismeri a sorsot, mely most feléje közelít. Füle figyeli a jeleket. Nyílik-e az ajtó, hall le fegyvereseket? Előhúz-e övéből tört, axu, vagy beparancsol szikáriusz rabszolgát? Egymásra néznek. Ha kívánsz, nagy uram, imát mondani, várok. Az idő megállt, te indítod megint meg. Félelmes és szomorú a hang. Imádkozzéke, apja lelkért, vagy használja fel a percet arra, hogy sajátját ajánlja Istennek. Bizáncban él, riadsorokban elevenednek meg az árnyékok, ezer árnyék halottak s feledettek árnyéka itt, körülötte, s a hírhozó között kering. A szolgája ott van, meggörnyedve, halára vártan. A szolgák tudják, hogy a Szent Palotában e pillanatban már akszuk az úr. Izsák köpenyét kéri, éj köntösére ráborítja a sejmet, most egyformák nem éri szégyenben, ágyban maga tehetetlenül mindaz, aminek jönnie kell. ismered -e atyám akaratát? Ismerem, uram. A birodalom jelenlévő méltóságai előtt öcsédet, Mánuelt jelölte ki Róma császárának, és az ő hűségére az esküt letették a légiók. Mánuel császár engem küldött, hogy mindaddig én legyek itt az ő nevében, amíg János császár holtetemével megérkezik. Nem látom kardodat, Axu. Miért, uram? Hajnalban törtél rám. Atyám gyászírével a hírrel, hogy öcsém Mánuel, Mánuel foglalta el a tront. Miért jöttél? Bizánc törvényei, nagy uram, nem jelölik ki, hogy az apa után legidősebb fia legyen-e az ölköse. Az atya aján és a birodalom nagyjai döntöttek. Mindenről, uram, itt az írás, és ezt saját szemeddel láthatod. Meddig? Miért kérdezed ezt, nagy uram? Ismerem Bizáncot. Hol a fegyvered? Úgy törtél rám, mint éjszakai rabló, aki végez az áldozattal végez. Nagy uram, én itt most Mánuel személye vagyok. Öcsét szerető üzenetét hozom. Hajolj meg te is, nagy úr, atyád akarata előtt, miként öcséd meghajolt. Ketten maradtatok négy fiú testvér közül. Mánuel kéri, ne olsd el lelkedben testvéri szeretetet fákiáját. Sokan vagyunk, mi ketten. Azt hiszed, hogy gyilkosokat hoztam, vasat hevitettek, hogy elvegyem szemed látását? Így ismered, uram, Mánuelt? Így ismersz engem? Lehet-e így kezdeni az uralkodást? Mit akarsz velem? Uram, arra kérlek, gyászolj. Gyászold meg atyádat lelkednek törvénye szerint. Menj át Pantokrator kolostorába, rendezkedj ott be tetszésed szerint. Ott kell megvárnod, míg Mánuel a hadsereggel megérkezik. Nyíltan beszéltem, uram, kérlek, higgy nekem. Senki sem fenyegeti méltóságodat. Bezáradtok a pantokrátor kolostorába, amit anyánkap alapított. Éppen oda. Mánuel kér arra, tedd át oda székhelyed. Fél attól, hogy pártosok neveddel játszhatnának, bár tudja, hogy te sohasem ütnél pártot ellene. Szépen beszélsz, Aksu. Így kínálod a rabságot nekem. Uram, nagy a kolostor, kertjei vannak. Minden anyádra emlékeztet ott. Két hol tölte után megjő Mánuel, nem vagy rabságban. A kolostor tied, csak nem szabad elhagynod falait. Akarsz még valamit tőlem, Aksu? Kérnélek, adhat-e valamit a rab? Bíborban született herceg vagy, császárunk testvéres első személy a Szent Palotában. Kérhetlek arra, hogy jöjj el velem, menjünk el a tanácsterembe, ülj le székedbe, nyisd meg a tanácskozást. Keserű játék. Látod-e, én erőben és egészségben hagytam el atyámat. Nem gondoltam arra, hogy utoljára látom, amikor megölelt. Két bátyámat temettem el. Nem gondoltam rá, hogy Bizáncnak új császára lesz. Én nem ütök pártot Mánuel ellen, de telve van szívem keserűséggel. Híveimtől várom, hogy mindent megtudjak, ami történt a való igazság szerint. Ismered-e Bazilt a kancelláriából? Ott volt apám halálakor? Nála van a végakarat. Hallotta minden szavát. Velünk jött. Kérlek, uram, hargasd meg őt, s nyomd el keserűségedet. Bezes anyám sírjához a kolostorban ma gyászolok. Ma nem rendelek el tanácsülést. Rendelt be Akszuk a kíséretet. A kertben ül, a villa előugró fokáról látni lehet az aranyszarvat, amint lassan elnyeli a napot. Asszonyai körülötte ülnek, néhány ismerős arca távoli világból, egy Norman Gróf, aki most menekült a Roger király keze elől, és Bizáncban keres menedéket a Szent Palota szerpapia, tetszész a költő kezében kedves Iliászával. Berta, akit Irénének neveznek, mióta másodszor is megmerítették a Szentkerestségben, ül, hallgatja a vendégeket. Ez a kedves alkonyi óra, a meghitt csend, amikor felolvad az udvari illem, szolgáló kisasszony kacagása hangzik, valaki énekel, s landkísérettel vidámítja Mánuel Herceg név szerinti asszonyát. Ma valami történt a Szentpalotában. A hír bizonytalanul tapogatja körül a várost. Csatavesztésről, halálról, démonok művéről beszélnek, de senki semmit sem tud bizonyosan. Hajnalóta kettőzött idegen őrszemek járnak a bástyafalon, a kapukat nem nyitották ki, nem jöhet ki senki a palota városból. Valami történt, s mégis itt a villa kertjében mindez olyan, mint távoli hullámverés. Két esztendeje már, hogy az úrnő elindult Wormsból, végtelen idő óta él itt, azóta sorsa felett a császárok játszanak. Egyedül van, nem tud semmiről, csak asszonyai hozzák a híreket fakon és babonásan, ahogy megértik, s ellesik ezer és ezer futó hír közül. Lehet, hogy maga Mánuel is halott. Hetek óta nem jött tőle üzenet, hetek óta sem levelet, sem ajándékot nem hozott tőle senki. Olyan ez a csend, mint a temető. A szolgák frissítőket hoznak, lábujjhegyen járnak, mert Cecész a költő Homéroszt magyarázza. Istentől felkent királyok, fehér karusz szűzek, bagoly szemű istenasszony, pásztorok, héroszok, hősök diadalmenét hallja, aggódik patroklos sorsáért, tudja, hogy az istenek is embermódra szeretnek, s helén alig több álomképnél, mely az örök falakon túli végtelent jelképezi. Cetszész még szól, amikor jön a szolgálattevő, és mondja, hogy Akszuknak, a nagyúrnak kikötött bárkája, a nagy domestikos az úrnőt keresi. Elhalkul Homérosz szava, fakók lesznek a királyok, a szavak bódulata elszáll, Berta lesimítja fátyolát, int, hogy nyissák ki a villakapuját az érkező előtt. Az arc komor, a köntös gyászjelét viseli. Akszuk meghajlik, Berta köntösét egy mozdulattal ajkához emeli. Az üzenet szomorú, asszonyom de van benne örvendetes is. János császár jó úrunk kiszenvedett. Lelke békében tért meg övéhez. Végső akarata szerint Mánuel az, akit utódjaként kijelölt. Uradat, asszonyom, császárnak kiáltották ki a katonák. Én vagyok az első, aki Mánuel császár nevében hódolok előtted. Megadván néked az Augusta címet, mely rövidesen meg fog illetni. Ha ő is úgy tudna beszélni, ez szomorú szőke asszony, mint prodromosz vagy Cecész, ékes szóval, hangosan mondhatna imát Jánosért, akit nem látott soha, de akit apának kellett neveznie. Talán jajveszékelnie kellene, mert Bizáncban így kívánja a gyász. De most két idegen néz egymással szembe. Az egyik az Eufrates közelében látta meg a napvilágot, a másik a rajna középső folyásánál. Szájukban görög beszéd van, mellükön az óhitűek keresztje, mozdulataik szerint bizánciak, lelkük szerint idegenek. A gyászoló nagyúr újra szól. Kegyes asszonyom, hosszú volt az út, míg ideértem Antiochia falai alól. Urad engem szemelt ki arra, hogy addig, míg apja tetemével megérkezik, én legyek itt ő helyette. Kérhetlek arra, hogy ajándékoz nekem bizalmadat, bezes belső szobádba. Beszédem van veled. Berta felállt. Most császárné, mert a hagyomány szerint idegen férfi nem lépheti át az asszony szoba küszöbét, hogy az úrnővel egyedül legyen. De a császárnét nem köti törvény, magának az impériumnak törvényesen. Berta előre megy, ajkáról lefakult a mosoly. Minden ködös, bizonytalan. Szeme előtt elvillan nővérének, korát hitvesének képe, a másik császárni, akihez hasonlatos most. Akszú beszél, csendesen, lassan tagul. Mindjárt látni fogod, urnőm, az ajándékokat, melyeket küldött urad. Holnap elindulnak a követek Konrádhoz, a németek urához. Ezért jöttem ma este. Kérlek, fűzd hozzá te is leveled. Írhatsz asszonyom nővérednek, de Konrádhoz írt levelednek viselnie kell a császárné pecsétjeit. Itt van a pecsét. Mánuel anyjának szobájából hoztam el. Iréni császárné ezzel szentesítette a kolostor alapító levelét. És mit írjak? Írd meg te is a hírt. Írd meg, te is vársz arra, hogy Konrád úr beváltsa ígéreteit. Az ötszáz páncélos vitéz még nem érkezett meg. Nem adott a császár írást, hogy megsegíti a birodalmat, ha Roger a normandjai megtámadnák. Nem adta még szavát, hogy birodalmaink között fekvőföldnek tekinti Pannoniát. S ha írsz, talán aranyakról is írhatsz asszonyom az ígért jegyajándékról, mely még mindig nem érkezett meg. Rab vagyok nálatok, uram. Császárnőként hódoltam előtted. Császárnőjének nevez elevélben téged Mánuel. De ő nem önmagáé. Nem szaladhat a szerelmeszelek hátán, miként a hősök, akikről az imént szercész olvasott neked. Ő ma a birodalom, melynek súlya alatt, ha nem lenne Herkuleshez hasonlatos, nagy és bölcs elméjű, össze kellene roppannia. Segítened kell, asszonyom. Délen s nyugaton kell feltartanod a vihart, míg megjön Mánuel úr a seregekkel, s úgy, ahogy tudja, megvédi magát addig neked is segítened kell. Apja a császár nem akarta, hogy beváltsa ígéretét. Nevetség tárgya vagyok Bizáncban, hónap számra nem hagyom el lakomat. Ne hogy meg bánatodban, kegyes asszonyom. A jó hír sohasem jön későn. Mánuel úr közeledik, de te is segíts nekünk, mert másként... Másként, uram? Csak járnának a követek, telnék az esztendő egyik a másik után, és a birodalomnak asszonyom szüksége van fiú örökösre is. Túsz vagyok két császár között. Lánc, asszonyom, mely őket összeköti. Ha elmegyek innen, megszakad. Miért mennél el? Gyalázatnak, szégyennek tartom mindazt, ami így történik velem. Isten talán megkönyörül rajtam, szívesebben lát, ha felveszem az apácák fátyolát. Manuel szavát hozom. Mihelyt Konrád úr mindenre rámondta az áment, konzumáció megtörténik. Írj nővérednek s urának levelet több lesz számukra, mint száz követ ékesen pergő szava. Várni, megint várni, míg elmennek és visszajönnek a követek. Várni őszig, s a tél jön, akkor nem kelhetnek át a hegyeken. Tavasszal áradás van, s utána forró nyár. Várni, meddig várni, akszok húr. Szolga vagyok, miként Mánuel is szolga. Te is az vagy, asszonyom. Bíbor köntöst viselsz majd, saruidat készíti az udvari varga. Asszonyaid reádathatják a bazilissza nevét. Mindez talán megéri megéri azt, hogy eljöttél messziről. Axu felállt. Haja, ritkás, fekete fürtök szétesett két oldalt, sepphelyek látszottak, melyeket rózsaszínheggel vont be az idő. Nézett az idegen asszonyra. Magas volt, szőke, kék szemű. Ha mosolygott, apró gödrök nyíltak az arcán. A pirosság természetes volt rajta, nem használt kendőző szert, nem érzett rajta illatot idegen. Erre gondolt, amikor kezébe fogta kezét. A kéz erős, kicsit merev volt, ahogy Ajkához emelte, érezte, megremeg. Idegen asszony vár Bizánc trónjára. A csarnok, a cirkusz, a sikátor népére gondolt, akik gyűlölik az idegeneket.